Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Pécsváradi Televízió nézőket. Önök, ahogy azt ilyenkor minden hónap utolsó hétfőjén megszokhatták, élőadást látnak Pécsváradi Polgármesteri Hivatalból az önkormányzat júli, illetve júniusi üléséről. Ezután 8 napirendi pont került előzetesen meghirdetve a testület elé. Az első napirendi pont a művelődési ház beszámolója lesz, Nagyné Mayer Ágnes igazgató az előterjesztő. Ezt követően újból egy beszámoló jön, tájékoztató a Spartakus sportkör tevékenységéről, Borhi István, a sportkör elnöke lesz az előterjesztő. Ezután az AMK alapító okiratának módosítására kerül sor, majd a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása kerül a testület elé. 5. napirendi pontban a köztisztaságról szóló rendelet módosítására kerül sor, ezt követően egy újabb rendeletmódosítás, a szociális rendeletről van szó. 7. napirendi pontban különböző pályázatokról számol majd be dr. Bíró Ferenc polgármester úr. 8. napirendi pont pedig zárt ülés lesz, a 2011. évi kitüntetésekről hangzik el majd egy javaslat, illetve egy előterjesztés. Most pedig megkérem dr. Bíró Ferenc polgármester urat, hogy legyen szíves, nyissa meg a Pécsváradi testület ülését. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Pécsváradi képviselőtestület jelenlévő tagjait. Egy képviselőtársunk jelezte, hogy szabadságon van, és ezért nem tud részt venni az ülésen, hol van képviselőtársunk, és nagy tisztelettel köszöntöm természetesen azokat a pécsváradiakat, akik a képernyőn keresztül követik ülésünket. Mint ahogy Füri Ferenc ismertette a napirendet, szeretném először ezt megszavaztatni. Ugyan itt a 8-as napirendi pontnál zárt ülés lesz, de előtte lesz lehetőség a 7-es pont után egyebekben bárkinek szólni, ami közérdekű vagy napirendre kívánja vetetni. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, ki az, aki egyebekben kívánna valamit elmondani, vagy ami közérdekű, vagy ami az önkormányzatra tartozik. Parancsolj, Laci. Közterületekkel kapcsolatos. Jó, Benkő László, közterületek. Következő parancs. Köszterületek. Kapcsolatos javaslat. Gálos Orsolya, közterületek. Parancsolj. Én pedig azt szeretném megkérdezni, hogy az iskola ügye hogyan áll többen. Jó. Kérdezik. Igen. Ott van, iskola. Ha nincs több egyebekben, akkor kérdezem a képviselőtestület tagjait, elfogadják ezzel a kiegészítéssel a napi rendet. Kérem, aki elfogadja, az most jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Akkor az első napi rendi pontunk a művelődési ház feladatellátása. Előterjesztő Nagyné Mayer Ágnes. Köszöntöm, Ágnes, és kérem, hogy egészítse ki az írásban küldött beszámolót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, képviselők, tisztelt pécsváradiak. Ide a képviselőtestület elé egy elég bőséges, 23 oldalas anyagot sikerült benyújtanom, de ez talán amiatt van így, mert hogy elég szerteágazó, színes, sokrétű az intézmény feladatellátása, és mindaz, amit a beszámolóban beírtunk, az még így is kiegészítésre szorul, legelőször is abban a tekintetben, hogy minden reszortnak a felelőse elkészítette a beszámolóját, és az elmúlt évi munka alapján, és ez alapján készítettem én el a magam beszámolóját. Ezt nagyon megköszönöm nekik, hiszen nagyon megkönnyítették így az én munkámat. A 2010-es év volt az első olyan teljes év, amikor egész évben én láttam el a művelődési központ vezetői munkáját. A beszámolómat is erre építettem föl. Elsősorban, vagy legelsőként a személyi feltételekről írtam, ami 2009 évben probléma volt az, hogy a dolgozóknak nagyon jelentős szabadság és túlmunka felhalmozása volt. Ez 2010 év végére teljesen meg tudott szűnni. Köszönhetően annak, hogy a szakalkalmazottakon és a technikai személyzeten kívül, akik főállású közalkalmazottak,
közcélú foglalkoztatottakat sikerült az intézmény minden területén alkalmazni, így az évet sikerült úgy zárnunk, hogy összesen 2 embernek volt egy-egy napszabadsága az előző évhez képest, amikor 30 meg 40 meg még ennél több napja is volt. Tehát úgy gondolom, hogy e tekintetben az, hogy közcélúakat tudtunk foglalkoztatni, az ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos eredmény volt. A második pont a beszámolomban a tárgyi eszközök, illetve ezeknek a fejlesztése, illetve felújítási munkálatok, amilyen tekintetben nagyon sikeres évet zárhatunk, azt gondolom, hiszen a könyvtárnál a korábbi évekhez képest óriási fejlesztéseket sikerült végrehajtani, több területen is. Európai Uniós pályázatot is sikerült elnyernünk, ezen infrastruktúrát fejleszthettünk, tehát számítástechnikai eszközöket vásárolhattunk, illetve a könyvtárban elkezdődött a könyveknek a feldolgozása egy integrált könyvtári rendszerben, amelyel a jövőben, amikor már teljesen elkészül, ez talán ez év végére így lesz, a leltározástól a kölcsönzéstől az olvasók nyilvántartásán át minden munkafázist gépen tudunk végezni, úgyhogy ez nagyon meg fogja könnyíteni a könyvtárban a munkát, és amikor elkészül, akkor az adatok bevitele a gépeken, akkor célszerű lenne egy leltárt elvégezni a könyvtárba, hiszen amikor átvettem az intézményt, akkor ez nem történt meg. Egy másik nagyon nagy sikerű pályázat volt az NKA-nál, ez a Nemzeti Kulturális Alapprogram, 1.770.000 forint értékben sikerült bútorokat vásárolni a könyvtárba. Hosszú évek óta nem volt ilyen jelentős eszközfejlesztése a könyvtárnak. A tárgyi eszközök területén, illetve a felújítások területén, a művelődési központban, amit sikerült elvégezni, és ami nagyon-nagyon nagy problémákat jelentett az elmúlt években. Beázott a művelődési központ a színpadnál, illetve még ezen kívül több területen ezeket megszüntettük. Aztán elkészült a függönyök, por és lángmentesítése, amely 2 évente lenne kötelező feladat az intézményben munkavédelmi szempontból. Ez azóta, amióta áll az intézmény, ez nem történt meg. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán a színpad díszlet és függönytartó berendezéseinek felújítása, drótköteleinek cseréje, ez is megtörtént. Ez szinte már életveszélyes volt, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos eredmény, hogy ez sikerült megoldani. A színpadi reflektorok, rivaldák cseréje takarékosabbra, ez is megtörtént decemberben, illetve az elmúlt évben jeleztem itt a beszámoló testületi ülésen, hogy a kazánok az intézményben nagyon-nagyon rossz állapotban vannak. A Váruccai óvoda bezárt, akkor lekerültek a kazánok az intézményünkbe, de sajnos nem tudják betölteni ezt a szerepet, mert hogy fűteni tudnának, mert csak meleg víz előállítására alkalmasak. Tehát amikor a téli hónapokban akár csak egy régi kazánnal, illetve egy Váruccai óvodából lehozott kazánnal fűtöttünk, akkor is hideg volt, és meleg vizet egyáltalán nem tudtunk előállítani, úgyhogy ez változatlanul probléma. Erről a Kulturális Bizottságon szó is esett, hogy erre esetleg majd szeptembertől talán megoldást lehetne találni. Aztán 2 új helyiség kialakítása megtörtént, amit pillanatnyilag az általános iskola használ, viszont itt is nagyon fontos felújítások történtek, hiszen az ablakok cseréje, illetve a padozat, festés, mázolás, és hogyha elkerül ez a 2 osztály ebből az intézményből, az új iskolába, akkor ezt majd mi használhatjuk. Illetve egy nagyon-nagyon-nagyon fontos felújítás most érkezik a
befejezéséhez. Ez a két több mint 40 éves mellékhelyiség az intézmény előterében. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos eredmények az infrastruktúrában. Aztán a gazdálkodás, ez a következő pontom a beszámolómban, hogyha áttanulmányozták a beszámolót, van két táblázat egymás után, ebből egyértelműen kiderül az itt beírt adatokból, hogy az intézmény a tervezettekhez képest nagyon jól gazdálkodott, nagyon majd minden területén sikerült megtakarítást hoznia. Ez összesen két olyan intézményegység vagy rész van, ahol ez nem sikerült. Ez a Turinform iroda, illetve a Pécsváradi Hírmondó is, aki gazdálkodás tekintetében az intézményhez tartozik, de áttekintve az elmúlt év kiadásait és bevételeit, ezt megállapítottam, hogy abból adódik, hogy a Turinform iroda vezetője sorosan lépett az elmúlt évbe, és az ő bérének a költségei alul voltak tervezve, valamint a Pécsváradi Hírmondónál kiderült, hogy az a példányszám nem elegendő, ami évről évre megrendelünk, ezért 50-nel emeltük a darabszámot, és ennek a költségei, valamint a környezetvédelmi termékdíj bevezetése annyival több a tervezettekhez képest a költségvetés. Ez az, hogy ilyen jól sikerült gazdálkodnunk, ez bizonyos tekintetben köszönhető a takarékos gazdálkodásnak, viszont valamint azoknak a pályázatoknak, amelyeket az elmúlt évben sikerült elnyernünk. Ebből elég sok volt. Voltak ugyan nem nyertes pályázataink is, talán 3 vagy 4, de jelentős a száma azoknak, amelyek igen. 2010-ben 9.601.000 forint volt az a pályázati összeg, amit a költségvetésbe tudtunk realizálni. Ebben voltak természetesen tárgyi fejlesztésre fordított összegek, de voltak közösségi rendezvényekre megvalósítására szántak is, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan költségvetésű intézménynél, mint a Művelődési Központ, ez egy nagyon jelentős összeg, a 9.601.000 forint, és van egy pályázat, amely pillanatnyilag is fut, azon kívül, hogy elnyertünk már idén is pályázatokat, ez pedig a TÁMOP pályázat, ez az építőközösségek, közművelődési intézmények, az élethosszig tartó tanulás pályázat, amelyben 12 szakkört sikerült elindítanunk, részben 2010. decemberében, illetve az év során folyamatosan, valamint két egymást követő évben 5-5 tábort fogunk megvalósítani, melyben 120 gyereket fogunk vendégül látni. Mindezek, tehát mind a 12 szakkör, illetve az 5 tábor is ingyenes minden résztvevő számára. Nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy ezeknek a szakköröknek a életre hívásakor sikerült megnyernünk olyan köztiszteletben álló pécsváradi polgárokat, akiknek a munkáját már régóta ismerik itt Pécsváradon, és sikerült hónapról hónapra kisgyerekekhez meghívni őket, ilyenek például Csizmadia László grafikus, vagy Kempfné Mayer Szilvia, aki szintén nagyon-nagyon régóta ismert itt a Tarka Barka alapítvány révén. De elindult egy kis könyvtáros szakkör, ahol könyvtáros kolléganőmmel ketten tartjuk a foglalkozásokat, vagy a sakk, a színjátszókör, ritmus és mozgás, ahol hátrányos helyzetű gyerekek, illetve sérült gyerekek kapnak foglalkozást, valamint életmód,
és média tábor, illetve az öt, vagy szakkör, illetve az öt tábor, amely néptánc tábor lesz, média tábor, amely már a mai napon megkezdődött a Dombai tónál, történelmi tábor, illetve életmódtábor, és egy hiányzik. Olvasótábor, ami a könyvtárhoz kötődő, hát nyilván mit felejt el az ember. Olvasótábor. Tehát itt a gyerekek ingyen vehetnek részt. De ebből a pályázatból nem csak ezeket a közösségi programokat tudjuk megvalósítani, hanem sikerült építési beruházásra is fordítani, ebből valósult meg a két mellékhelyiség felújítása, valamint bútorokat fogunk tudni vásárolni a civil szervezetek számára, akik az intézményünket használják, valamint eszközöket is szereztünk be belőle, van már új projektorunk, és még videókameránk, és mindenünk, ami eddig nem volt. Ennyit a pályázatokról, ami még az elmúlt évben kezdődött el az intézményünkben, illetve az intézményünk támogatásával. Tavaly éveleje óta van városmarketing munkatársa a városnak, és az ő munkájához az intézmény teljes infrastruktúrájával és személyi állományával segítséget nyújt, hogy sikeres tudjon lenni. Illetve ami még azt gondolom, hogy nagyon fontos, a könyvtárban sikerült elindítani a mozgókönyvtári ellátást. 2010-ben augusztus 1-től 11 településen indult meg, ami az elmúlt évben körülbelül 600 ezer forint bevételt jelentett az intézménynek, és ebben az évben pedig mind a 18 település, a kistérséghez tartozó 18 település könyvtára megvásárolja ezt a szolgáltatást, ez pedig 3 millió 600 ezer forintot jelent. Az elmúlt évben volt az első olyan Szent István napok programsorozat, amelyben sikerült nullára vagy még annál is jobbra kihozni a színházi költségvetést. Ezt részben egy pályázatból, ami 1 millió 500 ezer forint volt, részben pedig a jegybevételből sikerült megoldani, úgyhogy 832 ezer forint pluszunk keletkezett az elmúlt években. Lehet, hogy ez egy egyetlen alkalom volt az elmúlt év, lehet, hogy ilyen soha többet nem lesz, de ennek is nagyon-nagyon örülünk. Én azt gondolom, hogy nagyjából egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, és akkor várnám a kérdéseket. Köszönöm szépen, mielőtt még a kérdések lesznek, hallgassuk meg a bizottság véleményét, aki ezt megtárgyalta, megjelent Tóth Györgyit, hogy ismertesse a Kulturális Bizottság állásfoglalását. A múlt héten tartottuk a bizottsági ülést, 5 fő vett részt a bizottsági ülésen. A pályázatot áttekintettük, annak fő pontjait, és néhány dolgot emeltünk ki, amit a testület elé javaslunk még pluszba megtárgyalni. Amit az Ági is említett, különös hangsúlyt kapott a kazáncsere a művelődési ház tekintetében, mivel szakemberek megállapították azt, hogy a következő télnek nem szabad úgy neki menni, hogy ezzel a témával nem foglalkozunk. Szó volt a sportcsarnok beázásáról, illetve a felújításra. Tehát megállapítottuk azt, hogy a felújításra egy árajánlatot is kell kérni, itt elsősorban a vízvezetékek kapcsolatában, tekintetében, mivel a sportcsarnokban annak ellenére, hogy az az újabb épület a műfázhoz képest, számtalan helyen egy éven belül hát 7-8-szor biztos, hogy volt csőtörésünk. Tehát itt a vízvezeték nyomvonal rajzát keressük majd elő, és erre a munkára, felújítási munkára árajánlatot fogunk kérni. Szó volt a nyári programokról, a FA 10 szobrászalkotótábornak az előkészületeiről, a nyári, tehát augusztusi ünnepi testületi ülésről. Javaslatot fogalmazott meg a bizottság a bérletekkel és a jegyekkel kapcsolatban is. Szó volt egy pályázat beadásáról,
Még a színházhoz kapcsolódóan a vár területén a WC-hez vezető útnak a megvilágításáról, ez, ha jól tudom, már folyamatban van, vagy már el is készült. Az augusztus 20-ai programokról, és már egy kicsit előre tekintettünk a leányvásári előkészületekre is, és döntést hoztunk arról is, hogy olyan levelet fogalmaztunk meg, amelyekben szponzorokat keresünk a nyári rendezvények patronálására. Ezeket a leveleket vállalkozóknak fogjuk kiküldeni, és számítunk olyan cégek képviselőinek a támogatására, akik számára ez lehetséges. Tehát amire nagyon szeretnénk fölhívni a figyelmet, az a művelődési háznak a kazáncseréje és a sportcsarnok beázása, illetve a vízvezeték felülvizsgálata. Most elsősorban csak a problémákat tárgyaltuk meg. Jó, köszönöm szépen. És akkor most kérdezem képviselőtársaim. Bocsánat, egy mondat elmaradt a végéről, és javasoljuk majd a beszámoló elfogadását majd a testületigdésre. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban? Sajnos nem tudtam részt tenni ezen a bizottsági ülésen, és hát egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami már korábban is foglalkoztatta a közvéleményt, hogy mi lehet annak az oka, hogy kevesen járnak a könyvtárba, kevés könyvet kölcsönöznek, és hogy alá lehet-e ezt támasztani számadatokkal, hogyan alakult a könyvtárnak a helyzete az utóbbi években, milyen a látogatottsága, miért látogatják inkább? Hát az országos átlagnál jobb a pécsváradi könyvtár látogatottsága, nyilván a pécsváradi embereknek, meg fenntartóknak az lenne az elvárt, hogy még ennél is többen legyenek, hát 4000 lakosból 512 beiratkozott olvasója van, és ebből a jelentősebb szám a 14 év felettiek, tehát az 344 a beiratkozott olvasók száma, és a 14 év alatti a 168, ez talán inkább a furcsább, annál is inkább, mivel szorgalmi időben iskolai könyvtárként is működik, főleg most ebben az évben, amikor fent az iskolában működőletét nem tud szolgáltatni. Tehát egyébként ezek normális, jó adatok. Tehát nincs kevés beiratkozott olvasója a könyvtárnak. Valaki odajön, a kölcsönzött kötetek száma, polgármester úr? Igen. A kölcsönzött kötetek száma 14 év felett 8573 kötet, és 14 év alatt 2196, tehát 10.769 kötetet kölcsönöztünk. Ezt sem gondolom, hogy a 40 ezres kötet állományból kevés lenne. Én szerdánként vagy többnyire elő szoktam fordulni, amikor olvasókör van, ugye működik ez már 2009 óta, hát egymás kezébe adják a kilincset az olvasók, és szombaton is nyitva vagyunk egy nap, tehát várjuk minden második szombaton az olvasókat, szombat délelőtt is, hogyha esetleg valaki azért nem tud eljönni, mert azt gondolja, hogy nincs úgy nyitva a könyvtár, hogy munkaidőben, de délelőtti napon is nyitva vagyunk, ez csütörtökön délelőtt is várjuk az olvasókat, és nagyon-nagyon sok szép új könyvünk van. Ez köszönhető ebben az évben annak is, hogy a kistérségi, tehát a mozgókönyvtári ellátás és a mi dokumentum beszerzésre szánt keretünk, ez egy jelentős összeg, amit úgy sikerült lekötni a könyvtár ellátó vállalatnál, hogy azonnal 30% kedvezményt adnak belőle, tehát azért ez elég sok új könyvet jelent számunkra, úgyhogy jöjjenek és olvassanak, mert van mit. Mondjuk a 14 év alattiaknak a létszámot sem tartom én személy szerint rossznak, bár nyilvánvaló lehetne több is, csak ha azt nézem, hogy az iskola létszáma eleve egyharmad bejáróval rendelkezik,
akkor tulajdonképpen a nem bejárók, tehát a pécsváradiaknak a fele tulajdonképpen valamikor biztos, hogy előfordul a könyvtárban, illetve olyan hagyományaink is vannak, hogy minden évben a könyvtárral van egy közös irodalmi vetélkedőnk, tehát irodalmi órák vannak, hogy a szabad idejükben mennyire látogatják a gyerekek, vagy mennyire sem, ez nyilván jó lenne, ha egyre több lenne. És ez az iskolai könyvtár adatain kívüli. Igen, mivel ebben az évben nem működik az iskolai könyvtár, mivel a lezárt zónában van. Igen. Tehát ez csak a közkönyvtár. Ez csak a közkönyvtár. Igen, csak a közkönyvtár. Igen. Még további kérdés? Véleményeket akkor parancsoljunk. Ehhez kapcsolódott, hogy be vagyunk iratkozva, mondjuk anyagunkban is. És ha az ember leiratkozik, akkor jár, és akkor látja, hogy ez egy nagyon normálisan működő könyvtár. Tehát én mondjuk friss szép irodalomra, vagy friss szakirodalomra, társadalomtudományokra hajtok, és ezeket általában megtalálom, vagy olyan irodalomra, ami kapcsolódik Pécsvárathoz, tehát meg lehet kérni a könyvtárost is, és figyel erre. Tehát egy jó háttéranyag van a diákok számára, vagy a saját magukat képezni kívánó felnőttek számára. Tehát ezt tudom elmondani a házról is, hogy egy nagyon széles körű szolgáltatást ad. Én azt mondom, hogy a helyi hagyományoknak megfelelően, tehát azt a színvonalat próbáljuk megtartani, annak ellenére, hogy mondjuk az igények azok mennek a gagyi felé, már elnézik, ilyen durva kifejezést használok, de én ezt kérem, ha lehet kérni, mint testületi tag, hogy minden megmozdulásban, vagy programban, vagy rendezvényben, vagy akcióban próbáljuk azokat a hagyományokat vinni, amit ez lassan félszázados intézmény itt megvalósított. És hát én megköszönöm, mondjuk én nagyon sok segítséget kapok mind a háztól, mind pedig a könyvtártól. Én meg szeretném köszönni személy szerint is, meg képviselőként is a munkájukat. Szerintem parancsolat szó. Csak annyit azért el kell mondani a könyvtárról, hogy a könyvtár látogatottsága, mondjuk az én gyerekkorom idejében összehasonlítva, az én gyerekkoromban nem volt televízió, illetve csak hébe-hóba volt a televízióban, immelámon voltak adások, ma reggeltől estig filmek, mindenféle, mindent lehet látni a televízióban, van számítógép, és elsősorban hogy a fiatal, az ifjúsági korosztályban van most szó. Tehát a könyvtárnak azzal kell versenyezni a fiatalság szempontjából, amit a televízióban vagy a számítógépen készen megvan. A szülőknek szól, amit most mondok elsősorban, hogy a fontossága az olvasásnak az abban van, hogy az olvasott szöveget el kell képzelni. A gyerek fantáziájára van bízva, hogy képzelje, hogy gondolja, hogy látja meg az ő is lelki világában. És ez fiatalkorban fontos, hogy rászoktassuk az embereket az olvasásra, akkor felnőttkorban is olvasni fog. És ez egy nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy olyan fajta élmény az olvasás, amit sem a számítógép, sem a televízió nem tud boltolni. És hát a televízió most a Városi TV adásán keresztül is hát a szülőknek üzenem, hogy bizony irányítsák a könyvtár felé a gyerekeimet. Nálunk most fordítva történt, mert a kislányom iratott be engem, ugye névek, tehát én azért az otthoni könyveket, meg nekem más az olvasási szokásom, de rendszeresen olvasok, de a könyvtárban a kislányom iratott be, miután ő rendszeres könyvtár látogató lett. Tehát fordítva is működik a dolog. De mindenkit biztatok arra, hogy a könyvtár felé vegye az irányt, használja a könyvtárat, és ez a számodat ebből a szempontból, hogy televízió, számítógép, ebből a szempontból egyáltalán nem lebecsülendő. Ez egy nagyon magas szám. Valamit szeretnék hozzáfűzni. Ugye az elmúlt évben, illetve ebben az évben is rendeztünk szavaló versenyt. Többen voltak a szkeptikusok, akik azt mondták, hogy na hát azért itt majd nem lesznek. Hát igen, nagy meglepetéssel szolgálhatunk, mert hogy 160 gyerek jelentkezett, és vállalta azt, hogy egy teljesen ismeretlen szerzőnek a verseit, vagy versét tanulja meg arra, azért, hogy ott versenghessen, vagy az elmúlt év decemberében volt népdaléneklési versenyünk, amit szintén a könyvtárral szerveztünk, ahol
megtelt a művelődési központ nagyterme, és én azt gondolom, hogyha nem várunk rögtön őrült nagy eredményeket, hanem ezeknek a kis lépéseknek is tudunk örülni, mint például annak, hogy 8-an járnak kiskönyvtáros szakkörbe, többek között Benkő Csilla, hétről hétre, és meg akarnak ismerkedni a könyvtárba folyó munkával, és nagyon szeretik a könyveket. Szerintem ezek az apró lépések majd eljuttatnak megint oda bennünket, hogy egyszer majd el tudjuk fogadni, hogy ennyien vannak, akik szeretnek, akarnak, és fognak is olvasni. Köszönöm. Azt esetleg még mondjuk el azoknak, akik nem tudják, mert nem mostanában jártak a könyvtárban, hogy meg is szépült a könyvtár útorzata, ugye a képviselőtestületnek és az őszi bizottsági ülést azért tartottuk elsősorban ott a könyvtárban, hogy közülünk is többen láthassák. Tehát kényelmes is, szebb is, mint volt, ezt is pályázatból sikerült megvalósítani, úgyhogy nagyon kellemes a légkör is ott, akár kis búvárkodásra, ne adj Isten, baráti beszélgetésekre is, és közben könyv választásra is. Úgyhogy látogassanak el, nézzék meg. Köszönöm szépen. Én is szeretnék véleményt mondani a háznak az egész munkájáról, nem csak a könyvtárról. Én azt látom, hogy sokkal szervezettebben és racionálisabban folyik a munka, ezt ugyan már tovább is megállapítottuk, és ennek eredményeként a gazdálkodás is úgy tűnik, nagyon sok dolgot, tehát úgy eredményeket hozott, tehát kevesebb lett a tervezett költségvetési kiegészítése a művelődési háznak, mert hiszen jelentősen dotálja a város, tehát az erre való normatívák azok nem elegendőek. A művelődési ház munkájával kapcsolatban az látszik, hogy a szervezettsége révén, illetve a közösen kitalált pályázatokban rejlő lehetőségekkel együtt megindult egy olyan fajta rekonstrukció, ami még Zsáli János polgármester úr idejében indult meg, és ezt folytatni tudtuk. Én úgy gondolom, hogy az a városfejlesztő pályázat, aminek a célja az lett volna, és több 100 millió forintos pályázat volt, hogy felújítsuk teljes egészében a művelődési házat, hogy talán sikerül majd ezt megvalósítani, persze ehhez még jelentős források azért kellenek, ezt a apró lépésekben is ezt a művelődési háznak azt a fajta rekonstrukcióját, ami az 50 éves épületet ismételten alkalmassá teszi minden szempontból arra, hogy megfeleljen a funkciójának. Nem tudjuk ugyan, hogy mit hoz a jövő, de úgy gondolom, hogy Pécsváradnak büszkesége volt eddig azok a kulturális vívmányai, és annak a tulajdonképpen a vezérhajója az mindig a művelődési ház volt, onnan indult ki minden, ott fogták össze a dolgokat, én úgy gondolom, hogy ezt meg kell tartanunk. Most a bizottság észrevételeivel kapcsolatban, illetve ami a bizottsági ülésen elhangzott, konkrétan a legfontosabb ebből a téli fűtés biztosító kazáncsere. Úgy gondolom, hogy erre talán lesz még belső forrásunk is. Gyárajánlatot kértünk, már 1 millió forint körül lenne annak a két kazánnak a cseréje, ami már biztonsággal ezzel a két kiegészítő kazánnal megoldható lenne a fűtés. Ez természetesen nem a teljes fűtés rekonstrukciót jelenti, de azért jelentős energia megtakarítással is járna, tekintettel, hogy az új kazánok hatásfoka az lényegesen jobb. A sportcsarnok beázásával kapcsolatban ez többször próbálták vizsgálni egyrészt az ott lévő műszaki személyzet, de hát nem sikerült rájönni a beázás pontos okára, ezért erre úgy gondolom, hogy szakértőt kell majd megbíznunk. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan jelentős összeg ennek a kiderítésére, hogy ezt a közeljövőben megtörténjen szintén költségvetési kereteken belül. A másik az pedig, amit meg kell céloznunk, és ezt nem tudom, hogy idén lesz-e rá lehetőség, hanem akkor a következő évben a sportcsarnok vízvezeték rendszerének a teljes felújítását, már a fürdő résznek, esetlegesen, hogyha a KEOP pályázatba be tudjuk vonni, akkor a melegvíz megoldásával is, tehát ilyen napkollektoros melegvíz megoldással együtt talán lehet. Egy készülőben van egy KEOP pályázat, ami egy ilyen kombinált pályázat, abba
remélem, hogy találunk majd forrást erre vonatkozóan is. A WC megvilágítása várban az megtörtént, ami észrevétel volt a nyári színház idejére biztosított, és nagyon örülök arra, hogy annak is, hogy a művelődési ház maga is nekilátott a nyári várszínház szponzorainak a szervezéséhez. Én kérem, hogyha elkészülnek ezek a szponzori felhívások, akkor juttassák el ide, és akkor megfelelő módon kanalizálva ezeket eljutatjuk azoknak a cégeknek, akik potenciálisan támogatói és segítői lehetnek a nyári színpadnak, vagy nyári színháznak. Összességében mivel köszönöm a munkájukat és a beszámolót, amely tényleg részletes volt, mindenki számára áttekinthető, és javaslom, hogy az önkormányzat tagja is, hogyha elfogadják a bizottság javaslatának megfelelő beszámolót, akkor dicsérettel illessék a műfájban folyó munkát, és természetesen hát a műfáz irányítóját is. Én még szeretnék mondani, az első szám az én részemről is egy dicséret és egy köszönet lett volna. Ahogy polgármester úr fogalmazott, az érzékelhető mindenféle módon, hogy tehát akár vendégként, akár valamilyen szinten a programok szervezésében résztvevőként, hogy sokkal szervezettebb és áttekinthetőbb lett a munka, és ehhez én gratulálok, mert nem egyszerű lesz az intézményt kibogozni, az összekuszálódott szálakat. Azt is nagyon szépen köszönöm, hogy mint városmarketinges munkatársnak tényleg mindenféle segítséget biztosítotok és megkapok tőletek, viszont ezzel kapcsolatban lenne egy kérésem is. Én azt gondolom, hogy amikor ezt a feladatkört meghatároztuk, akkor még pontosan nem is tudtuk, hogy mi mindent szeretnénk ebbe beletenni. Itt az elmúlt bő évben vagy másfél évben azért nagyon sok mindenben léptünk előre, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy egyszer ezt a feladatot tekintsük át közösen, és rendezzük azokat az időközben, hogy mondjam, felmerült problémákra, találjunk ki egy automatikus megoldást, tehát hogy ne kell mindig adhok dönteni, és mindig mindenért külön. Tehát, hogy ezeket most már azt gondolom, hogy bele lehet terelni egy mederbe, én ehhez kérek szépen segítséget polgármester úr részéről is, főigazgató asszony részéről is, és az intézményvezetőtől is, hogy erre szálljunk egy kis időt. És végül, és tényleg nagyon zárójelesen, de azt hiszem, hogy ez az a fórum, ahol ezt is muszáj megjegyezni, mint német kisebbségi önkormányzati képviselő, meglehetősen nehezményeztük azt, hogy a TÁMOK pályázatban, ahol hallottuk, hogy nagyon sok nyári tábor, gyermektábor kapott támogatást, a 7 éve működő német tábor kimaradt. Tudom, hogy ez nem az intézmény vezetőnek a, hogy mondjam, feladata lett volna ennek oda belekerülni, hiszen erről a pályázatról többen döntöttek, de azt gondolom, hogy egy 7 éve működő és jól működő, nagy érdeklődés mellett folyó pályázatnak ott lett volna a helye ezek között is. Köszönöm szépen, csak ennyit. Szellővire válaszolva, a Turinform iroda és a városmarketing tevékenységgel kapcsolatos esetleges szervezési dolgokra reagálva azt szeretném mondani, hogy én is úgy gondolom, hogy ebben a közeljövőben, ha előbb nem ősszel döntenünk kell, tudván azt, hogy a város az pályázott a vagyonkezelésre és a vár a kapcsolatos vagyonkezelése, ennek kapcsán nyilvánvaló a feladatok egy része is változni fog, illetve a feladatokat úgy lehet koncentrálni és összevonni, hogy akár ez gyakorlatilag egy rendszeren belül működhessen ez az egész. Én úgy gondolom, hogy ezt kellő előkészítés után ősz folyamán meg tudjuk már tárgyalni. Én még tehetnék. Még egy kiegészítést szeretnék tenni. A sportcsarnoknál megfeledkeztem két nagyon-nagyon fontos dologról. Az egyik az, hogy pillanatnyilag nincs vészkijárata a sportcsarnoknak. És legjobb tudomásom szerint július 22-én a Musical Show-on eső helyszíne a Művelődési Központ sportcsarnoka lesz. Márpedig erre nem fogunk engedélyt kapni, amennyiben ott nem lesz vészkijárat. Tehát ott egy ellenőrzés jön, akkor be fogják zárni a sportcsarnokot. Ez 100%. Hát a sportcsarnokot, mint a sportcsarnokot biztos, hogy nem fogják bezárni. Hát egyébként van vészkijárat a sportcsarnoknak, az az ajtó, amelyik oda nyílik a szabadba. Igen, de a lelátó, most a lelátónak nincs természetesen. Na most egyszerűen meg lehetne azt oldani, mert
csak a domboldalon lefelé, polgármester úr tudja, miről beszélek, ott kellene valami lépcsőt kialakítani, mert a háztól a domboldal tetejéig jön lépcső. Hát csak leginkább utána... úgy lehetne ezt megoldani, hogy az a bizonyos köztes tér, ahol ez a wellness, vagy nem wellness, hanem fitness részleg működött, igen, annak van közvetlen kijárata pontosan oda arra a nevezett területre, tehát tulajdonképpen ott fönt kéne egy ajtót nyitni, hogy ezen a téren keresztül lehessen kijutni. Tehát az lenne a... De az is csak az, tehát a dombra vezet, az is csak a dombra tehát ott vezet. Sincs kialakítva tehát olyan lépcső, tovább, amin lehetne közlekedni, tehát hogy mondjuk több száz embernek kell egyszerre elhagyni az épületet, akkor az ott bokatörés veszélyes. Mondjuk sötét időben, de az az egyetlen hely, ahol meg lehet oldani. Nem akarok, most a jogszabályok természetesen fontosak. Egy ilyen rendezvényünk, ami ilyen nagyobb tömeget vonz, azt már eldöntöttük, hogy olyan tömeg, mint ami volt az előző alkalommal, azt természetesen ide nem tud bemenni, tehát ezt korlátozni fogjuk, ez nyilvánvalóan ezt a rendezvényt. De hát ezért jelentős alakításokat tenni, az szerintem elég nagy luxus. Ezen kívül, tehát most kiépíteni egy külön olyan rendszert, ami a biztonságot úgy növeli meg azért, mert évente egy alkalommal használjuk tulajdonképpen ilyen nagy létszámba, még maximum az iskolai avató ünnepségek, tehát vagy nem avató ünnepségek, érettségek. Szalagavató. Szalagavatók, igen, azok, ahol ilyen nagyobb tömeg van. Én annak idején, mikor ezt a házat építették, nyilván valami nem eurokonform szabályok voltak, de hát azóta sem, ezt rendszeresen évek során ellenőrizték, tehát nem igazán emelték kifogást ellene. Én azt hiszem, hogy azt kell korlátozni majd, hogy ne legyen annál nagyobb létszámú ember, minden úgy normálisan ki tud menni. Mert hiszen ezt, amikor átadták, ezt nézőtérnek adták, igen, át ezt az épületet. Tehát mindenképpen már akkor ez nem volt, mennyi, 14-15 éve építették, körülbelül 15 éve. 16 éve. Akkor meggyőződésen már léteztek olyan biztonsági szabványok, amiknek ez meg kellett, hogy feleljen létszámot illetően, de majd utána nézünk minden esetre, Ágnes. Egyelőre én úgy gondolom, hogy elegendő lesz elhívni a figyelmét a rendezőszervnek arra, hogy csak korlátozott létszámban, és az alsó téren, a küzdőtéren lévő, ott meg egyértelműen az a nagy ajtó, ami hát a szabadba nyílik, az... Igen. Ott nincs probléma, csak elegendő. Fönt. Hát fönt pedig valamilyen módon korlátozzuk majd, hogy mennyien lehetnek ott. És amiről nem esett szó a kulturális bizottsági ülésen sem, viszont már nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy vannak bizonyos ilyen, tehát beázásnak tűnő foltok, de ezek egyértelműen köthetők a szellőző rendszerhez. És akkor, amikor a kazánok... Bocsánat, ez melyik része? A sportcsarnokban. Ugye van 6 darab a küzdőtéren. Igen. És van 6 darab ilyen feketén sugárzó ventilátor, 3-3 mindkét oldalon fent, és... Ezt már vizsgáltuk többször. Igen, na most erre kaptunk szintén egy árajánlatot, igen, mert hogy ott a parketta már teljesen kikopott, és az ott most már baleset veszélyes. Igen. Főleg a csarnok túlsó oldalán lévő kettő, illetve a középső két ventilátor vagy alatt lévő, az innenső kettő az talán nem annyira problémás, és ezeknek a javítása, cseréje, tisztítása és az ernyők igazítása, ami mondjuk a labdák fölpattanásától is elmozdulhatott a helyéről, ez 16 ezer forint plusz áfa, plusz az esetleges alkatrészek. Tehát ennyiért megcsinálják azok, akik... Igen, 16 ezer forint plusz áfa. Jó, hát az nem is sok pénzért, nem is. Akkor már most megrendeljük. A baj az ott van, hogy nem ezen múlik ez. Ez egy kondenzvíz lecsapódás, ezt már többször nézték, hanem valamilyen módon ezt el kell vezetni onnan. Erre más megoldást nincs. Először mi is azt hittük, hogy tömítetlenség, mert ezt már évek óta nézték. Végülis ez a hideg és a hősugárzó által keltett meleg és a hideg pára lecsapódás miatt keletkezik. Egy ilyen hideg pont van, és ott az csöpög le. Az alá kellene egy csepegtető tálcát készíteni,
amit nem tudom, hogy ezek a karbantartók figyelembe vettek el, amikor ezt adták, ezt az ajánlatot. Mert hát ezt az a cég adta, aki a kazánra is adta az árajánlatot. Tessék? Tehát ezt az a cég adta, aki a kazánra jó, is de adott árajánlatot. A lényege a tisztítása és karbantartása adták, akkor nem biztos, hogy ezt a problémát megoldja, mert ez tényleg csak így oldható meg. Ugyanis többször próbálták azokat az idomokat meghúzni, meg minden mondván, hogy azért van az a csöpögés, amik ott összecsatlakoznak, ez az U alakú idomnál, mert mindig ott csöpög, és nem oldotta meg, úgyhogy valószínűleg csak egy ilyen csepegtető tálca elhelyezésével oldható meg. Hát mindesetre, ha ennyi a javítási költség, azt meg fogjuk csináltatni. Más egyéb? Ha nincs, akkor ezekkel a kiegészítésekkel, tehát elsősorban a kazán cserére vonatkozó kiegészítéssel, ami nagyon fontos, a többi olyan, amit megoldható saját kereteinken belül, illetve egy része az már meg is oldódik. Kérdezem a képviselő testületet, hogy elfogadja a beszámolót és a kulturális bizottságnak a javaslata szerint a művelődési házban a kazán cseréket ebben az évben. Költség a saját forrásaink révén, aki most ezt támogatja, azt kérem, emelje fel a kezét, szavazzon. Jó, egyértelműen támogatta a képviselőtestet egyhangulat. Köszönöm szépen, köszönöm a beszámolást. Következő napi rendi pont a Spartacus sportkör tevékenységéről. Borhi István elnök számolna be, aki tulajdonképpen újként vette át, és a jelen van körünkben volt képviselő társunk Spannenberger János is, akit szeretettel köszöntünk. Annál is inkább, hogy legalább most egyszer láthatja, hogy mennyiben változott meg a testületi munka, illetve hát az, hogy kisebb létszámban üljük most körül az asztalt. Akkor én megkérem, nem tudom, ki kezdi majd a beszámolót. Mind a ketten beszámoltok, akkor vagy Isten? Akkor kezdeném én, aztán igazából megelőztél, mert én is azzal kezdtem volna, hogy a mai testületi ülésen rendhagyó módon a volt elnök, illetve a jelenlegi elnök is itt lesz a Spartacus sportkörből. Úgyhogy először is köszöntöm a polgármesterőt, köszöntöm a testületülés tagjait, és köszöntök mindenkit a TV képernyője előtt, akik most az adást nézik. És hát ugye 2010-re vonatkozóan annyit közölnék itt mindenkivel, de ez köztudott, hogy a tavalyi évet Spannenberger úr vezényelte le mindenféle szempontból, ezért kértem meg őt, hogy jelenjen meg szintén a testületi ülésén, és ezúttal akkor át is adnám neki ezzel kapcsolatosan a szót. Barancsolyán. Köszönöm szépen. Tényleg örülök, hogy itt lehetek, hogy milyen barátságos itt jelen pillanatban. Én megpróbálok nagyon tömör lenni, gyors lenni. Igazán ez egy 6 oldalas anyag, ami 80%-ról talán arról az időszakról szól, amit valóban én töltöttem, és azért beszéltük meg, hogy ugye jöjjek el erre a testületi ülésre, és pár gondolattal járuljak hozzá ennek az összefoglalásához. Egész kicsit hátulról kezdeném, amikor már nem én voltam az elnök, de ennek a beszámolónak ez is egyik fő pontja. Bizonyára tudjátok, tudják, hogy június 17-én kiadtunk itt egy könyvet, dr. Kófiás Mihály úr 99,9%-os szerkesztésében, ehhez hozzájárult Gáros Orsi, mint szerkesztő, és egy egész kicsit van benne az én munkám, hogy én megígértem, hogy amíg sportkör elnök leszek, vagy amikor az időszak alatt ezt a nagyon szép korszakot megpróbáljuk írott formában megjeleníteni. Ez sikerült. Örülök, hogy most itt látom a körötökbe, és mindenki kapott egy ajándékot. Igen. Nagy szeretettel ajánlom ezt a 280 oldalas, mert úgy gondolom a krónika írónak a szíve, lelke munkája minden benne van, és hát ahogy én is olvastam, sokszor olvastam már, de az ember egy kicsit vissza a múltidéző, és tényleg nagyon jó könyvet csinált a Kófiás úr, úgyhogy köszönjük a Gáros Orsnak, aki nagyon szépen megszerkesztette. Visszafelé menve, ugye 2011. február 10-én volt a közgyűlés, ahol én lemondtam erről a sportelnöki tisztségről, ezt nem kívánom ecsetelni, elég sokszor megjelent a médiában, hogy miért, hogyan.
Borhi István lett az új elnök. Ami viszont az anyagnak teljes részében rám írható, az a pénzügyi beszámolója. Itt is csak röviden szeretnék egy-két gondolatot, hiszen ez a közgyűlésen, meg egyéb médiában, hírmondóban, ez teljes mértékben, részletességében megjelenhetett. A 2010-es évi pénzügyi mérlegünk az úgy nézett ki, hogy a bevételünk az 12.022.531 forint volt, és az önkormányzati támogatás emellett 7 millió, ebből is lehet látni azért, hogy ilyen 5 millió forint valamilyen más folyósókon, valamilyen más helyről még összejött. A kiadásunk pedig 11.948.703 forint volt, ezt a két számot kivonjuk egymásból, akkor kijön, hogy van 73.000 forint körül összeggel zárt a sportkör a 2010-es évet, ami úgy gondolom, hogy a mai viszonyok mellett egy nagyon szép dolog, és én azt kívánom, hogy a sportkörnek az életben tartása miatt, jó működő képessége miatt, vagy a jövőbeni jó eredmények elérése érdekében ez a szám, ez mindig pozitív maradjon, és én tényleg ezt kívánom. Hogy itt annyit kéne megjegyezni csak, hogy az önkormányzati támogatás az emellett, azt hiszem mondtam, ez 7 millió forint volt. A szakmai rész, ugye, amikor én elnök lettem, és ugye mindig júniusban tartjuk ezeket a testületülésének a beszámolókat, tehát nem igazán érdemes már beszélgetni egy 2010. január akármilyen eseményről, és akkor én azt mondtam, hogy a pénzügy az a 2000, a költségvetésünk a 2010 évről szóljon, de a szakmai rész, mivel ilyenkor már befejeződnek a bajnokságban folyó versenyzéseink, így úgy döntöttem akkoriban, hogy 2010 év őszéről és 2011 év tavaszáról szóljon ez a mai beszámoló, és én itt csak tényleg röviden szeretnék szólni. Igazán a szakosztályok fölépítése nem változott, tehát maradt ugyanúgy a sakk, a thai box, a kézilabda és a futball. A sakkosokra annyit lehet elmondani, akkor, amikor én elnök voltam a hadcsapatos bajnokságban, negyedik helyen végeztek, és van több tehetséges játékos, sőt ifjúságukban egész jó eredményeket érünk el, de ők is küzdenek az utánpótlásért, mert sajnos hát nem csak ma más nem akarnak a gyerekek, de sakkozni sem szeretnek. Úgy néz ki, tehát mindenkit egy kicsit úgy lasszóval kell fogni, ugyanúgy, mint a könyvtárba velés, de talán majd rájönnek, hogy ennek is a szépsége és eredményesség az jó tud lenni. Küzdősport szakosztályunk, ott megint csak ugyanazt tudom mondani, mint az elmúlt időszakokban, mindig van egy-két kiemelkedő, tehetséges kis fiatalember, Farkas Norhel, Dolha Gergő, aki különböző ilyen korosztályos bajnokságban első-második helyezettek és helyezéseket érnek el. És ami megemlítendő, hát nem tudom, hogy a képviselők közül, vagy akik hallgatnak, tévénézők közül itt vettek részt, most nagyon jó propagálva volt, amint láttam a május 29-én a Pécsi csarnokban megrendezett Kickbox bajnokság. Most végre egyszer a postaládába bekerült egy nagyon szép kis röpülat, nem tudom, hogy kinek köszönhet, de új elnöknek, bárkinek, de akkor ezt valahogy én akkoriban nem tudtam elérni. Ez tényleg jó volt, és remélem ezáltal meg is jelentek ott, akik szerettek volna elmenni. Kézilabda szakosztályról annyit kell tudni, hogy még az én időszakból két csapat elindult. Itt volt, lesz egy kis változás, majd az István erről beszél. Itt annyi van, hogy a felnőtt csapatunk az a második helyen végzett, és az úgynevezett ifi is, vagy tartalék, vagy másod csapatunk az pedig a hetedik helyen végzett egy 14 csoportos bajnokságban. El kell mondjam, hogy 13 és 16, maximum 17 éves lányok versenytek felnőtt asszonyokkal, felnőtt lányokkal. Úgy gondolom, ez is nagyon példaértékű. A fociról igazán csak annyit szeretnék, hogy hát a múltkori egy évvel ezelőtti beszámolóra visszaemlékezve, akkor nagyon pessimista voltam, nagyon alulmotivált voltam, mert majdnem kiesett a csapatunk a bajnokságból.
De ha valaki elkezdi ezt olvasni a könyvet, akkor az ember egy kicsit elkezd nevetni, mert rájöttem, hogy nem csak most volt ez gond, hanem az 50-es években, 60-as években, 70-es években, tehát mindig voltak ilyenek, és úgy látszik, amik emberek játsszák ezt a focit, meg emberek irányák ezt a sportkört, addig mindig lesznek ilyenek. Ez a negatív része talán, amit szerettem volna mondani, ami pozitív ebben a dologban, hogy múltkor 15. helyen végzett a csapat, és most az új csapat fölküzdötte magát egészen a 7. helyre, ami végig is cél, hogy Pécsváradnak, és abban letettük az alapkövet, hogy a felnőtt labdarúgásában mi hosszú távon a megye egybe szeretnénk látni ezt a csapatot, és valahol ott a közép mezőnynek az elején, vagy az első hatba, célkütőzés az volt, 7. lettünk, és nem akarok előre mutatni, akkor is én mondtam azt, hogy bizonyos mértékben sajnos ezt a sportágat és a pénz motiválja, és most elkezdjük olvasni itt az újságot, hogy például Boly, aki veletlenül nyerte meg, és körül ugyanak kondíciókkal rendelkező csapat, bennmaradt az NB3-ba, de nem fogja vállalni pénzügyi okok miatt, kiesett a Komló, a Mohács, a Bogát szétesett, tehát teljesen szétesnek azok az értékek, ha nem utánpótlásból fogunk itt táplálkozni, nem csak a pénzt és a pénzt próbáljuk belőlni. És én úgy gondolom, és az új elnöknek is én ezt mondtam, hogy valahogy ez lenne az alapja, hogy a gyerekeket oda csábítani a pályára, sportolni, mert az nem fog annyira pénzbe kerülni, és csak annak van hosszabb távon gyümölcsöző hatása. Hát én ennyit szerettem volna. Serdül ifjúságiakról igazán annyit, hogy ugye mindenkit Hevesi Gábor a Serdülőnek, Fullér Tibi az U19-es csapatnak az edzője, és a fiatal korosztályra pedig a Gerencsér Jani és a Frisz Peti foglalkozik. Hát én összefoglalva ennyit szerettem volna, többit az Istvánra bízom. Köszönöm szépen! És akkor hát kezdeném én is ezzel, hogy abban a sorrendben, ahogy itt a János elmondta, gyakorlatilag a sakkal kezdeném, de a 2011-es évzárással, illetve a fél évzárással, ugye a sakkon belül a Baranya megyei csapatbajnokságban 8 nevező közül a 7. helyen végzett a mi csapatunk, itt is kiemelnék én is néhány tehetséget, a Lantos Márk, a Fiszter Attila, a Leventét ismerik, és a Mosnicka Ádámot. No, itt megemlítenék a szakosztályvezető részéről egy adatot, amit kaptam tőle. 2011-re tervezett költségvetésük az egyrészt 100.000 forint, és ők pályázati összegből 148.000 forintért 10-10 darab sakkészletet vettek, ahhoz, hogy folyamatosan szinten tudják tartani ők is a játékot, illetve az ezzel kapcsolatos szintet. Küzdősport szakosztályon belül, ami érdekesség, hogy a kempó, mint küzdősport, az bekerült szintén a sportegyesület kvázi ernyője alá, de úgy működik, mint tömegsport. A küzdősport szakosztály eddigi tiebox szakosztály a pénzügyi szempontból nem változott, egyébként pedig a kickbox, illetve tiebox mérkőzés, illetve bajnokságnak a lebonyolításáért, illetve a megszervezéséért Blazsekovics Ferencet illeti nagy részt a szervezési, illetve köszönet, illetve tehát a és hát őt illetve köszönhet, így van. Jó, kézilabda szakosztály. A kézilabda szakosztályok belül a legfontosabb változás. Ugye eddig két kézilabda csapat versengett az NB3-asban. Ez a helyzet egyfajta elégedetlenséget, meg egyfajta ellenségeskedést szült. Ennek most június 8-ai elnökségi ülésen véget vetettünk. Az elnökség tagjai is megszavazták azt, hogy mostantól kezdve, illetve a jövő szezontól kezdve egy csapat játszik az NB3-mal, a másik csapat, amennyiben lesz, már pedig lesz, az pedig utánpótlásként fog majd fölfejlődni az NB3-as csapat mögé. Aztán hát nyilvánvalóan az eredményektől függően alakulnak majd itt is a lehetőségek. Én úgy látom, hogy a mostani lányokban megvan az akarat,
megvan a kitartás. Én magam is megnéztem egy meccset idegenben, és csak megerősíteni tudom a Jánosnak az állítását, hogy meglett, illetve erejük teljében lévő asszonyokkal, lányokkal játszottak a teljesen fiatal tini lányok. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon korrektül, nagyon kitartóan, nagyon karakáron játszottak. A labdarúgáshoz kapcsolódóan annyit említenék meg, hogy az új szakosztályvezető Szigeti Endre, és teljes mértékben ő fogja össze most a fociban, hát gyakorlatilag a felnőtt csapatot, az öreg fiúkat, illetve az utánpótlás csapatot. Itt a Friss Petivel megállapodtunk, hogy, illetve hát szintén az elnökségi döntés alapján lesz egy utánpótlás csapat, pontosan azért, hogy azt az állapotot, hogy a nagy csapatban főként idegen légiósok játszanak, megpróbáljuk kiküszöbölni, ezért megpróbáljuk toborozni, megpróbálunk innen egy olyan utánpótlást, egy olyan csapatot kinevelni, amelyik majdan a nagy csapatnak a tagjaként szerepelhet itt. És hát nyilván Pécsvárad jó hírét öregbíti fociban. No. Meg kell említenem következő pontként, hogy a sportegyesületen belül a négy szakosztály mellett létrejött egy tömegsport szakosztály, melynek a szakosztály vezetője Fuller Zoltán. És hát én úgy gondolom, hogy a foci, a kézilabda, illetve a többi sport mellett a tömegsport erősítését is szorgalmaznunk kell. Ezért sikerült is egy ilyen monster programot megszerveznünk, az első várat futás, amelyet ugye az első dátumkor az eső elmosott, de a második alkalommal én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen bonyolítottunk le. Csak összehasonlításképpen a résztvevők száma Pécsváradon 260-270 körüli volt, az indulók száma, nevezettek száma. Ehhez képest Komlón volt hasonló szerveződésű ilyen futás, ahol gyakorlatilag 100-an sem voltak. Én azt mondom, hogy Pécsvárad, de ugye alapvetően más viszonylatban is ez egy elég jó szám. A tömegsporton belül még azt mondom, hogy működik egy gyerektorna, ezt is szeretnénk majd valamiféle eszköztárral bővíteni, és aztán nyilván ide bekapcsolódik egy olyan asszonytorna, hogy aerobik, ami megint csak a pécsváradi asszonyok lakosság javára fordítható tevékenység, nem csak kifejezetten versenysportra van szükség. A tömegsporttal kapcsolatban még további tervek. Néhány tervem szeretném, illetve nem csak konkrétan az én tervem, hanem az elnökség által is felvázolt terv. Tömegsporton belül ugye a váratfutásra szeretnénk hagyományőrző jelleggel, vagy hagyományteremtő jelleggel minden évben megrendezni. Ez egy program. Szeretnénk ősszel egy kerékpárversenyt megrendezni. Ez folyamatban van, Fuller Zolival egyeztetünk. Hány kilométer, hogyan, miként, az még majd kérdés. Ez egészen biztos, hogy lesz. A továbbiakban tömegsport keretén belül pedig szeretnénk együttműködni Pécssel, és úgy összekapcsolódni pécsi rendezvényekkel, hogy akár mondjuk egy teljesítménytúra az Engő-Tubes összekötésével, egy teljesítménytúra, illetve egy félmaraton rendezésével egy kicsit jobban tudjuk mi is, úgymond, reklámozni magunkat Pécs mellett. Meg hát egyáltalán én úgy gondolom, hogy érdemes is összekapcsolódni így. Nem baj az, hogyha vannak ilyen jellegű programok. Tehát ez lenne egy, ennek az időpontját nem tudom konkrétan, úgy néz ki, hogy tavasszal lenne, hogyha elfogadják. Egyébként voltam el a pécsi Sport Non-Profit ZRT-ben, Vári Attilával is beszéltem, és támogatója ő is ennek a rendezvénynek, és hát aztán majd nyilván a szponzorok meg a támogatók jelentkezését is várjuk ehhez. Másik hasonló jellegű ilyen program, amit szintén szeretnénk megvalósítani, ez a Tour de Pécshez tartozó pécsváradi szakasz.
Ez még majd egyeztetés kérdése, tehát itt ennek a szakasznak nyilván van egy költségvetése, ez konkrétan egyébként 200 ezer forint, és amennyiben ezt sikerül megteremteni, akkor egy olyan pécsváradi szakasz jönne létre, ami Pécsváradról indulna, a Zobáktetőn hosszú hetényen keresztül jön, és Pécsváradra érkezne vissza, ez egy ilyen 30 kilométeres kerékpáros szakasz lenne. És hát nyilván majd itt a Lovotnyi Iván úrra is egyeztetnünk kell, aki abszolút benne van ebben a kerékpáros dolgokban. Ez is szintén ilyen tavasszal indulna. Kiegészítésként meg amit szeretnék itt elmondani, hogy a sportkör jelenlegi költségvetését tekintve, tehát 2011. május hónapig gyakorlatilag a bevétele 4.427.961 forint volt, ehhez pedig volt Tehát a bevétel volt 4.555.888, és a kiadás 4.427.961. Tehát az egyenleg itt is pozitív mérleggel zárult, ez 127.927 forint, és most múlt héten érkezett meg, hogy az NCA alapítványon belül elnyertünk 3 hónapos időtartamra egy 280 ezer forintos támogatást. Hát ehhez kapcsolódó információ, ugye nyilván nem tudom, hogy van-e tudomása mindenkinek arról, hogy új sporttörvény lesz. Az új sporttörvény keretén belül, ami egészen biztos, hogy elfogadásra kerül, de hogy hogyan és miként azt még nem lehet tudni. A vállalkozók a társasági adójukból egy jelentős része támogathatják a sportköröket. És hát ezt a törvényt, illetve ennek a törvénynek a ratifikálását várja gyakorlatilag nagyon sok vállalkozó. Ezt csak azért mondom, mert nyilván most ilyen pillanatban a szponzorok, illetve a támogatók támogatási kedve egy kicsit, hogy mondjam, szerényebb, mint eddig volt. Ha ez a törvény meg lesz, és hogyha ez tényleg olyan lesz, mint amilyennek én is gondolom, akkor valószínűleg ez a kedv egy kicsit megnövekszik majd. Néhány más egyéb terv, karbantartási terv. Nem tudom, hogy milyen forrásból, de nyilvánvalóan pályázati forrásból. A pályafelújítás, ez a rekordtámpálya, ez a kis pálya, ami hát ezzel a gumiborítással van elkészítve. Ennek a felújítása mindenképpen esedékes lenne, mert a bevonat kezd feljönni. Emellé nyilván az üléseket most a közeljövőben ajánlatokat kérünk folyamatosan, de azt is rendezni kell. És hát további tervként szerepel majd a kispálya melletti használaton kívüli teniszpálya hasznosítása. Most elmondom, hogy mi az, amit még esetlegesen szeretnénk, aztán majd Tóth Györgyihez szeretnék néhány szót szólni. Az öltözés vizes blokk felújítása lent a focipálya mellett, az is egy nélkülözhetetlen feladat, tehát ez is majd vagy pályázati forrás, vagy pedig felajánlásokat kell gyűjteni, mert ezt mindenképpen meg kell oldani. Tehát ez egy áldatlan állapot, hogy maguk a zuhanyzók nem használhatók normálisan, úgy, ahogy azt hogy általában kellene használni. Tehát a csapok nem működnek, a csempék lepattogzanak, és egy ilyen alapvetően nagyon leamortizált vizes blokkkal találkozunk ott benne is. Még egy ilyen tervem van, amit gyakorlatilag még nem közöltem senkivel, ez pedig a focipálya körüli salakpályának a helyreállítása. Tehát annak idején a focipálya körül volt egy futópálya, ez most nem tudom, hogy 400 vagy 300 méteres, de úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen helyre kellene állítanunk. Majd meglátjuk, hogy, de úgy gondolom, hogy ezt ilyen hát kalákában is, nyilván itt is valamiféle felajánlásokkal kapcsolatban. Nyilvánosságot azt majd valahonnan meg kell szereznünk hozzá, de úgy gondolom, hogy ez nem lesz hátrány erre a városnak, hogyha ez szintén rendben lesz. Na és itt lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye most az iskola újjáépítése, vagy az új iskola megépítése kapcsán, meg hát a fönti tornaterem, meg az egyéb tornatermi, hát úgymond lehetőségek lecsökkenése kapcsán változik-e majd a sportcsarnok használhatóságának a lehetősége? Ez itt csak egy ilyen kérdés, és nem tudom, hogy mert most amit beszéltünk, hogy oda fog ugye költözni most mindenféle
iskolai sport is, illetve iskolai szerződés is. Hát igen, az új iskola épülettel nem épül tornaterem. Az semmiképpen nem fért volna bele, a régit már nem használhatjuk, az alsó tagozat tornaszobája az elmúlt tanév kezdetén megszűnt, tehát egyedül a sportcsarnok és az úszoda marad, és itt említettétek az új sporttörvényt, valamilyen szinten itt tudjuk, hogy a közoktatás is teljes átszervezésre kerül, nagyon sokat cikkeztek már a mindennapos testnevelésről. Ez a két létesítmény marad, igazából nem tudjuk, hogy ebből mikor és mi kerül majd bevezetésre, de ezzel a két létesítménnyel, illetve a sportpályával tudunk számolni. Ami szomorú hír, amit a múlt héten tudtunk meg, hogy az a pályázat, amit beadtunk, abból a célból, hogy a sportcsarnokot le tudjuk felezni egy ilyen leengedhető függönnyel, a sajnos nem nyert. Arra mondjuk nagy szükségünk lett volna. De hát próbálunk majd, gondolom, újabb pályázatokat keresni. Bocsánat, csak közben ugye bevontam a Györgyit, de én köszönöm. Akkor ezzel most befejezném ugye a beszámolomat, és akkor várom a kérdéseket. Köszönjük. Kérem képviselőtársaimat, kinek van kérdése? Nem mondottakról. És akkor a véleményeket, hozzászólásokat parancsolnám. Itt én igazából nagyon pozitívnak tartok az, hogy van tömegsport szakosztály, és hogy valami elindult ezen a téren, és azt gondolom, hogy ez a váratfutás ez egy nagyon jó felütése volt, és reméljük, hogy ennek még sok-sok folytatása lesz, az is, amiket említettél, meg esetleg mások is. És akkor én egy dolgot kérdeznék, pont amit a végén mondtál a gumipálya felújítása kapcsán, hogy ugye amikor az elkészült, akkor nagyon büszkék voltunk rá, de igazából én azt éreztem, hogy a használata sohasem volt igazán végig gondolva. Tehát nem véletlenül, hogy az ilyen hamar tönkrement, nem volt gazdája, vagy ha volt, akkor meg nem lehetett bemenni. Tehát, hogy erre van-e valami elképzelés, pláne, hogyha arra gondolunk, hogy salakpálya is, ami szintén jó, mert ugye a mi időnkben mi még ott futottuk a 400 meg a 600 métereket, és tökéletes volt. A teniszpálya is nagyon jó lenne, mert az igazából sosem működött, talán egy év volt, amikor igazán használtuk. Tehát, hogyha ezek mind megvalósulnak, akkor hogy lesz ennek gazdája, tehát hogy lesz ennek a használata igazából, hogy ezen gondolkodtatok-e már? Gondolkodunk, igen. Különösen a gumipálya használatán gondolkodtunk. Nagy valószínűséggel zárni fogjuk azt a ketrecet mindenképpen, és ha meg lesz a felújítás, akkor attól kezdve, aki használja ezt a pályát, azért lesz a felelősség bármi jellegű rongás, vagy olyasmi, olyan dolog történik, ami mondjuk nem helyén való. Tehát ezt vagy ugye a Wagner János, vagy valaki, aki éppen ott lesz, azt mindig ellenőrizni fogja, végig fogja nézni. És hát még egy fontos információ, tehát ez a gumipálya, amit mi is terveztünk, szintén elnökségi szinten, ha bárki ezt használni szeretné, annak meg lesz a díja. Hogy milyen tarifával és hogy fogjuk ezt működtetni, ezt még nem tudom, de mindenképpen szeretnénk ezt is rendbe tenni. Tehát itt volt néhány... Igen. A futópálya? Nem a futópálya, ez a több funkciós, így van. Tehát most például azt is néztük, ugye, hogy ezen a pályán nem látszanak már a felfestések. A felfestéseket egy valaki végzi, vagy legalábbis egy emberről tudunk, aki viszont több százezer forintért vállalná, hogy ezt most újra festik. Én úgy gondolom, hogy ha meg lesz az új felület, akkor azzal együtt majd a festés is esetlegesen megvalósíthatjuk. Hát nyilván a futópálya rész, hogyha elkészül, hát akkor az is egy, azt mondom, hogy a sportköri felügyelet alá fog tartozni, és hát nyilván a használatért az éppen akkor használó fog felelni, bármi történik vele. Csak két mondatot, bocsi. Tehát valami épült 2005 környékén, 2004, tehát most azt mondom, 6 év azóta, kétszer újítottuk föl teljesen a lelátó részt, és akkor úgy döntöttünk, hogy azt már nem érdemes fölújítani, tehát vagy egy fapados megoldást kell csinálni, mert függetlenül attól, hogy van meg pályázatban nyertünk két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt újítottuk föl. Ez az egyik része. A másik része pedig az, amelyek csinyán kell bánni, hogy ezek a kiadás meg bérbeadás. Csak egy példát mondok, eléggé jó vitában voltunk itt a kisegítő iskolával, mert a kisegítő iskola az a teljes tornaterv, vagy testnevelés dolgát
a kiegészítő edzéseiket, tehát az edzők, akik ott vannak, az ott tartják, ott használják a mi füves pályánkat, keresztül gázolnak rajta, az öltözőt használják, ezt a több funkciót is használták, ők fizettek erre valamikor bérleti díjat, ugye ott is megtörtént ez az átszervezés, meg egyebek, azóta ők egy fillért nem fizetnek. Na most akkor gondolkodtuk, hogy őket egyszer kizárni onnan, meg egyebek, de ennek sincs meg az a jól élettani hatása. Viszont a több funkciós pálya meg kezd tönkre menni egy kicsit, azért 6 év alatt az tönkre megy. Hála Istennek, ahányszor megyünk azért lefelé, ott mindig lehet látni. Ide jönnek a lovászszetények, ide jönnek a martonfajak, ide jövünk mi. Én úgy gondolom, hogy ez azért van, hogy használjunk, ezért nem szólna bérleti díjat követelni. De viszont jön ki minden pénteken, mit tudom én, rendőr csapat, ők kibérelik 2000 forintért, mert ők, ez nekik szinte ingyen van ahhoz képest, mind ahol Pécsen bármit kapnának, egy csarnok kerül 8-10 ezer forintba. Tehát ez is pozitív, csak igazán nem tudod azt megállapítani, hogy ki okozza a kárt, ki nem olyan cipőbe jelenik meg. Most azt, hogy a Wagner Jani is mindig lemegy, megnézi, milyen cipőbe megy, vagy veszi, de valamit kell csinálni, az biztos hasznosítani. Viszont egy másik, tehát úgy gondolom Pécs vadik részére azt nem lehet kiadni, úgyhogy te ezért fizess oda. Rejönnek a gyerekek, vagy a teljesen minden 80 éves korosztályod akar egyet focizni, mozogni, azért nem szabad pénzként, mert erre jött létre ez a pálya. De idegeneknek ezt majd le kéne valahogy szabályozni. Na most, ha zárhatóvá válik, akkor ugye nyilván ezt a kulcsot valaki megint csak kezelni fogja, és át kell venni a kulcsot, le kell adni, és leadás után természetesen ellenőrzésre kerül a pálya. Bocsánat, én emlékszem arra az időszakra, amikor a Martus Antal idejében esett ez a több funkciós pályának az avatása, és már akkor is, tehát akkor zárható volt, azt én igazából nem tudom, hogy azóta ez miért, vagy miért sem, mert ez kulcs meg zár kérdése, szerintem viszonylag egyszerű, de azt tudom, hogy az volt a szisztéma, hogy a Toncsitól minden intézmény kapott egy kulcsot. Tehát kapott az általános iskola, igen, csak ilyen szinten talán ellenőrizhetőbb. Tudom, hogy a gyógypedagógia és a középiskolát nem tudom pontosan, de az biztos, hogy mi kaptunk egy kulcsot, és így akkor felügyelet alatt használhatták a gyerekek. Tehát az akkor az elején működött egy darabig. Nem, ez ki lett írva egy működési rend, átlagos szöveggel, hogy csak így használtad, vigyázz magad a tetőtütő mindenre. Na most ez nem jött sajnos össze, de sajnos emberek vagyunk erre felügyelőkkel, vagy le kell zárni. Igen, felügyelőkkel. De mondom, elzárni azt nem igazán írda most. További? Én is parancsoljunk. A Pécsváradi kulturális életéhez hasonlóan Pécsváradi sport élete is igen gazdag, és a magam részéről én is nagyon örülök annak, hogy nyitott a tömegsport irányában, hiszen ahogy az olvasás mondjuk a fantáziát neveli, úgy a sport az neveli a testet, egészségesen tartja, ugyanakkor a lelket is, hiszen tudjuk annak a pozitív hozadékát is, és az, hogy tömegsportban gondolkodunk, az nagyon jó, hiszen azt a közösségi összetartozást is, ami szintén fontos. Tehát nem csak a testnek szolgál, hanem nagyon sok irány van, és én magam részéről kifejezetten örülök, hogy sok ilyen irányú kezdeményezés van, és biztos vagyok benne, hogy ehhez meg lesznek a megfelelő támogatók is. Én gratulálok. Én egyet szeretnék kérdezni az elnök úrtól, hogy az, hogy a tömegsport most szakosztályá válik, vagy nem tudom, hogy ez már megtörtént-e, ez itt tagdíjfizetést is fog jelenteni? Igen, ez tagdíjfizetést is fog jelenteni. Tehát akár, igen? Tehát itt konkrétan az gondolom, hogy ugye van az aerobik. Igen. Nyilvánvalóan az is a tömegsport ernyője alá kerülne. És a gyerektornára is ez vonatkozik? Hát a gyerektorna az még megbeszélés kérdése, mondjuk azt, mert az egy másik, én azt mondom, hogy 3-4-5 éves gyerekektől majd megvetjük, hogy lesz az. És hogy most a sportkör keretén belül működik-e, vagy külön gyerektornaként, mint a sport, nem tudom, de köszönöm. Elképzelhető egyébként. Jelképesen. Mert az értéke más. Jó, Laci? Én nagyon örülök a beszámolóban annak a mondatnak, ami a labdarúgó utánpótlással kapcsolatban van vastagon kiemelve.
Összességében elmondható, hogy már nagyon régóta hangoztatunk, hogy minden eredményes sportnak, csak Pécsvár a labdarúgásának is legfontosabb része, alapja az utánpótlás. Fontos, hogy intelligens szakmailag felkészült, elszánt szakemberek foglalkoznak ezzel a korosztályon is, akik magukénak érzik, hogy Pécsvár a vezében futnak ki a zöld gyepre. Örülök annak, hogy mivel Jani volt a sportkori elnök, őnek is ez volt az alapelve. Pécsváradi csapatban pécsváradiak játszanak. Annak is örülök, hogy az István ugyanezt az elvet vallja. Pécsváradi csapatban pécsváradiak játszanak. Egyrészt a mostani gazdasági helyzet nagyon nehezen teszi lehetővé azt, hogy játékosokért pénzt adjon. Meg nem hiszem azt, hogy a pécsváradi labdarúgás, vagy ez a szintű labdarúgás, nem becsülve ezt a szintet, hogy ez ugyanazt kellene tükrözze, mint a világ élvonalbeli labdarúgás, ahol adják, teszik a játékosokat kilóra, mint a malacot a vásárba, és az a csapat nyer, amelyeknek több pénze van. Tehát itt van, olvasom a játékosok névsorát, a felét nem ismerem. Azt se tudom, honnan jött kicsoda, micsoda. Nekem a pécsváradi futball, az a pécsváradi játékosokban áll. Nagyon örülök, hogy erre felé megy az irány, és ehhez sok sikert kívánok. Egyetértek az előttem szólókkal, tehát így érzem én is. És ugyanazt kívánom, hogy tehát ahogy a könyvtárba, úgy a sport felé is induljanak el a fiatalok, mert mind a kettő nagyon jó időtöltés. Ugyanakkor szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és köszönetet mondok a könyv megszületésében támogatást adó szponzoroknak, köztük a Pécsváradi Önkormányzatnak, amely szintén támogatta 30 ezer forinttal a kiadvány visszaélőtét. Ugyancsak az Engővárkonyi Önkormányzat, és engedik meg, személy szerint is megköszönjem a támogatóknak, hogy mellé álltak, Arató Márton is neje, a BEC egészségügyi Kft., dr. Csenterics Ferenc ügyvéd, Spanenberger János, Virtes László, Walter Tivadar, dr. Bíró Ferenc, Büki László, Füri Ferencnek is megköszönöm, és Kófiás Endrének, és a kiemelt támogatónak, illetve a legfőbb támogatója a projektnek, a Mecsekvidéke Takarék Szövetkezet volt. Illetve hát szerintelenül el kell mondanom, hogy tehát a Pécsváradi Várbaráti Kör állt a kiadóként az ügy mellé. Ez a negyedik pécsváradi füzetek, és ahogy eddig is, tehát egy-egy pécsváradi közösségnek szeretnénk valamit adni ezekkel a füzetekkel, ahogy tavaly a pécsváradi németségnek, vagy amikor a Mott János emlékfüzetet elkészítettük, tehát nem csak a katolikusoknak, egy szélesebb körnek, előtte a felvidékieknek. Tehát a csaknem 100 éves pécsváradi sport is egy ilyen gesztus akar lenni, ez a legvastagabb kiadványunk eddig, és hát utoljára a végéhez érve említem meg a szerzőt, dr. Kófiás Mihályt, aki ezt a nagyon sokoldalú és árnyalt képet összehozta a tanulmányaival, a dokumentációjával Pécsvárad sportjáról, és hát neki szeretnék köszönetet mondani, aki előtt, tehát mint a 75. születésnapja előtt is szerettünk volna tisztelegni ezzel a kötettel. Nagyon régóta szerettünk volna egy pécsváradi füzeteket szánni, de zavarba ejtően sokoldalú a munkássága, és ez kínálkozott egy egységes kötetnek, úgyhogy örülök, hogy a sport témánál köszönhetem meg ezt a széles körű összefogást, ami ezt a könyvet lehetővé tette, és vigyék és olvassák. Minden egyes képviselőtársamnak rendelkezésére áll az önkormányzat támogatásával egy tisztelet példány. Köszönöm szépen a beszámolót. Szabadjon annyit hozzátennem, én sportkérdésekben eddig a városban közismerten negatív megszólalásaim voltak évekkel ezelőtt, mert minden esetben sokallottam a labdarúgó szakosztályra elköltött pénzét a városnak, és mindig azt hangsúlyoztam ki, hogy nem a sportra szánt pénzt sajnálom, hanem szeretném, ha a tömegsport nagyobb támogatást élvezhetne. Úgy gondolom azzal, hogy az új sportvezetés e felé fordult, tulajdonképpen ez a régi vágyam
valósul meg, amelyel osztozom abban, amit Huth Wagner doktornő mondott, képviselőtársunk. Én úgy gondolom, hogy az viszont nagyon fontos, hogy a tömegsport az ne csak akcióból álljon, mert hiszen egy-egy egyében megrendezett futást, azt inkább én egy sportakciónak nevezném, hanem a tömegsport az egy folyamatos olyan tevékenység legyen, ahol sokan megtalálhatják különböző módon azt, amit részben szeretnek csinálni, részben a mozgás igényüket kielégíthetik, tehát ezt valamilyen módon nyilvánvalóan majd szakértő módon csoportokban rendezve lehet. És azt jegyezném még meg, hogy természetesen ennek megfelelően majd a sportkör pénzügyeit is úgy kell átrendezni, hogy egy-egy forrást kell biztosítani arra, hogy egy-egy rendezvényüket, vagy teremigényüket, vagy bármit, hogyha ez valami olyan extrém költségekkel jár természetesen, amit a sportkör nem tud ingyen a rendelkezésükre bocsátani, azt fedezni tudják. Én ebben gratulálok a sportkör új vezetésének is, természetesen a réginek is, mert hiszen ez már Spannenberger János idején elkezdődött, teljesen egyetértve azzal, hogy kár előtetni tovább azt a minőségi sportot, amely csak úgy tartható fent, hogy egyre nagyobb támogatással, és hát mivel a legnagyobb támogatója a Pécsvárdi Önkormányzat Pécsvárad sportjának, ismerve a költségvetési adatainkat, illetve hát a jövőt, amely ismeretlen számunkra, nem teszi ezt lehetővé. Örülök, hogy ezt belátták, és sok sikert kívánok a sportkör új vezetésének, mert hiszen a kitűzött célok azok nagyon jók és szépek. Még egyszer gratulálok az elmúlt évek eredményeihez is. Ott, ahol különösen azoknak a szakosztályoknál, amit igazán nem is nagyon vettek számításba, csak mindig itt hangzott el, vagy legalábbis nem annyira közismertek, de olyan országos eredményeket produkáltak, és itt mindig kiemelem a küzdő sportot Pécsváradon, ami hát a városnak nagyon nagy elismerést hozott, és ennek a kicsi, de nagyon aktív sportszakosztálynak, azoknak különösen tavaly évben ki is tüntettük ezt a szakosztályt. Én azt kérem, hogy továbbra is így ezen az úton dolgozzatok, és a másik, hogy a sportpályával kapcsolatos észrevételeitekben pedig megnézzük, hogy mi az, amiben a város segítségére lehet. Az viszont mindenképpen szerintem is, én is híve voltam annak, hogy azt a pályát nyissák ki, de valamilyen szabályozott formába kell megtenni. Tehát ott kontroll kell, ott kell, hogy legyen egy pályagondnok, aki oda megy. Most ezt adott esetben akár még társadalmi munkában is 2-3 ember felvállalhatja azokban az időpontokban, amikor ennek az úgynevezett szabad használata van. Amikor kötött használata van, valaki kibérli természetesen, akkor ez megoldott, de amikor jelentkeznek esetleg amatőr csapatok, hogy szeretnének menni, vagy spontán összeverődött játékosok, mert örömmel látom sokszor, hogy gyerekek játszanak spontán, és ez nagyon jó. Csak az a baj, hogyha nincs felügyelet, akkor rámegy olyan cipőben is nyilvánvalóan, amikor kárt tesz, és ugyanígy esetleg rongál is, vagy nem tudni, hogy a játék mikor csapát értelmetlen rombolásba vagy pusztításba, ezért én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ott legyen valaki. Köszönöm még egyszer a beszámolót. Kíván-e valaki ehhez a kérdőzítéshez még reflektálni bármit részletekről? Nem, akkor kérdezem a Pécsvárdi Képviselőtestület tagjait, elfogadják-e a sportkör beszámolóját. Köszönöm szépen, egy hangulag elfogadta az őket. Köszönöm nektek a részletet. Köszönöm a Jánosnak is, hogy eljött. Mi külön köszönjük, és jó volt, hogy itt voltál velünk, ha csak ennyi ideig is. Maradj itt, hogyha... Kicsit maradok. Jó, ez nagyon jó. Na, hát akkor... Nézzük a következő napirendi pontot. Következő napirendi pont az ÁMK alapítók iratának módosítása. Fenyvesi Jánost kérem meg, hogy miért volt szükséges ezt ismertessen. Tisztelt képviselőtestület! Igazából az elmúlt év során inkább nevelési évről beszélnék, vagy tanévről, hiszen ezt határozza az alapítók irat módosíthatóságát. Többször merült fel az igény az alapítók irat módosítására. Gyakran estünk abba a csapdába, hogy sajnos vagy szerencsére a Kodolányi János AMK az általános művelődési központként működik, és így hozzátartoznak olyan intézmény részek is, amelyek nem közvetlenül foglalkoznak a nevelési, illetve az oktatással. Viszont a nevelési és oktatási intézmények alapítókirata kizárólag forgalmi időn kívül módosítható, tehát ez a június, illetve július-augusztus hónap az, amikor erre lehetőség van.
Így aztán most sok minden olyan is került be az alapító feliratba, ami közben felmerült egy igény, például a múzeum telephelyével kapcsolatos, a múzeumi szakfeladattal kapcsolatos változtatás, illetve pontosítani kellett a jövő évre való tekintettel a sajátos nevelési igényi gyermekek óvodai és iskolai nevelésének a tartalmi részét. És ami még kiemelendő, az az alapfokú művészetoktatásban megváltoztak a nomenklatúrák, az elnevezések, illetve az ehhez tartozó csoportosítások. Ez igazából nem változtat semmit a zeneiskola jellegén és módszerén, csak egy kötelező eljárásnak teszünk bele eleget. Az apróságok azok is szintén az aktualitások és a jövőre való tekintettel módosultak, mint a maximális gyermeklétszám a bölcsődében, illetve a maximális gyermeklétszám az óvodában és az iskolában. Tehát lényegében ez egy hiánypótló munka, ami most remélhetőleg a nyár folyamán elfogadva, és majd a Mákártás beegyezze, mert akkor így fogadná el a törzskönyvet és a államkincstár. Nem tudom, van-e kérdése ez a dologhoz. Gyögyi? Hát, együtt csináltuk nagy részt, úgyhogy nem, a jegyző úr felsorolt minden olyan pontot, ami szükségesítette. Ja. Jó, tehát formai jellegű dolgok, hogy megfeleljünk azoknak az előírásoknak. Vélemény nincs akkor. Kérdezem, Pécsett képviselőtestületét elfogadja-e az AMK alapító okiratának módosítását? Köszönöm, egy hangulag elfogadta a képviselőtestet. Következő napirendi pontunk 2010 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Jegyzőrat kérem megszüntetni. Tisztelt képviselőtestület, minden évben ez is kötelező napirendi pont. Az elmúlt évvel kapcsolatban elkészült a belső ellenőrzési jelentés. Ezt a belső ellenőrzési feladatot egyébként a Pécsváry Többszörű Kistérségi Társulással kötött szerződés alapján látja el egy cég. Ők nagyon alaposan és jól végzik a munkájukat. Nagyon sok év hiány után végre sikerült találni olyan céget, aki nem csak ilyen látszat munkát végez ezen a területen, hanem konkrétan értenek és hozzá is tudják, hogy miről beszélnek. Mint látható, a belső ellenőrzési terv nem tárt föl semmiféle olyan hiányosságot, ami akármilyen nagyobb intézkedésre adna okot. Az elsődlegesen az észrevételeik a szabályozottság kiegészítésére vonatkoznak. Ezt a bizonyos FEUV-t, ami a belső ellenőrzésnek egy ilyen alapköve, ezt újra és újra módosítanunk kell. Mondhatom úgy, hogy akkor az észrevételeket megszívleltük, és hát ezzel kapcsolatban készülnek a megfelelő szabályzatok. Egyébként az előző évi vizsgálatunk zömében a választások során felhasznált pénzeszközök ellenőrzésére vonatkoztak, ahol minden rendben találtak. Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdése van-e valakinek az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban? Észrevétel, hozzászólást. Kérdem képviselőtestületet, hogy elfogadja-e Pécsváry önkormányzatának 2010-es évi összefoglaló ellenőrző jelentését. Ki az, aki elfogadja? Köszönöm, egy hangulag a képviselőtestet elfogadta. Következő napi rendi pontunk a köztisztaságról szóló rendelet módosítása. Tisztelt képviselőtársaim, ez egy olyan rendelet módosítás, ami a régi lakossági bejelentések és észrevételeket próbál orvosolni. Ezeken is belül azt, amikor felvetették, hogy miért fizet annyi szemétszállítási díjat az, aki egyedül él egy háztartásban és nem termel annyi szemetet. Ez a kérdés nagyon sokféle vonatkozásban felvetődött. Olyan értelemben is, hogy a szociálisan hátrányosabb helyzet, és sorolhatnám még ennek hány alternatívája. A képviselőtestület az előző ülésein, illetve többször tárgyalva róla a szolgáltatóval, tehát a Délkommal egyeztetve végül is egy olyan javaslatot tesz most, ami a köztisztasági rendeletünkben a szemétszállítás díját a Délkommal egyeztetve csökkentette, mégpedig csökkentésre javasolja, mégpedig úgy, hogy azokban a háztartásokban, ahol
egy személy lakik, tehát egyedül élők esetében a 150 literes szemetes edény helyett 75 literes szemetes edény elhelyezését engedélyezik. Ezt szeretném kiemelni, hogy ezt egyeztetések után, és természetesen ezekkel majd új szerződést is fognak kötni a szolgáltatók. A jegyző úr ezt majd ismerteti. A dolognak a lényege az, amit most itt szeretnék még elmagyarázni azoknak, akiket ez érint. Természetesen mindenki azt várná, hogy ilyenkor a 290 forintos egyszeri ürítési díja felére csökken. Nekünk is úgy magyarázták, magam is laikus módon úgy gondoltam, hogy ez a logikus. Ez nem következik be akkor, ha alacsonyabb űrtartalmú edényt vesznek igénybe, mert hát az űrtartalma alapján fele annyi szemetet szállítanak el, de azt kell tudni, hogy a szemét szállításnak ez a költsége, ez kétféle költséget tartalmaz. Az egyik maga önmagába véve a tevékenység, hogy oda kimegy egy autó, egy nem mondom, hogy szakember, de hát nyilvánvalóan ehhez értő ember kiüríti a, hát nem tudom, hogy van-e ilyen OK és képzettség, de kiüríti, igen, lehetséges, kiüríti a szemetet az autóba, és utána a másik költség az úgynevezett ártalmatlanítási költség a szemétnek. Na most attól függetlenül, hogy a szemét mennyisége az mekkora, ha valaki csak két papírzsebkendőt helyez el a kukába, akkor is ki kell menni érte, tehát az a költség az változatlan a 75 literes kuka esetében is, de a szemét ártalmatlanítási díja az fele akkora. Tehát ebből fakadóan a költségcsökkenés az nem a fele, hanem körülbelül egy ilyen 30%-os, 25-30%-os összeg szerint, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 182 forintra csökkent, tehát 290 forintról egy ürítés esetén is az éves költség, vagy negyedéves költség az pedig 2366 forint plusz áfa lesz a 70 literes edény használata esetén, és akkor most megkérem a jegyző urat, hogy egészítse ki azokkal, ami szakszerűen jogi módon fogalmazza meg. Hát ez nem jogi lesz, inkább praktikus, mert éppen mai napon sikerült beszélnem a ügyvezetőivel, hogy tisztázzuk azt, hogy hogyan is fog menni tulajdonképpen, milyennek a gyakorlati megvalósítása. A Délkom itt lent az udvarban, a Városüzemeltetési Kft. Épületében az ott dolgozó hölgyel, Marász Bettinával látja el majd az ügyfélszolgálatot, gyakorlatilag egy-két napon belül már készen áll erre a feladatra. Ez azt jelenti, hogy a Délkom idehozza a szerződés nyomtatványokat, illetve ide szállítja 70 literes kukákat is, amiket itt meg lehet vásárolni. Ahhoz, hogy valaki 70 literes kukát használ, a következőt kell tennie. Először is el kell jönnie hozzánk a polgármester hivatal okmányirodájába, a lakcím nyilvántartásba, onnan igazolást kap arról, ingyen, bocsátom előre, ez nem kerül költségbe, hogy egyedül lakik az adott lakcímen. Tehát csak olyan jogosult erre, aki azon az állandó lakcímen egyedül bejelentett állandó lakos. Hogyha ez megvan, akkor nem kell messze menni, hiszen csak átmegy az udvaron, és abban az irodában megveheti ezt a kukát is, és új szerződést köthet a Délkommal. És végül is lényegében ennyi az egész. Ennyi lenne. Hát a legnagyobb hátulütője a dolognak azt rögtön érzékeltem én is, hogy igazából komoly megtakarításra ne számítson senki. Mert most arról beszélünk tulajdonképpen, hogy 182 forint plusz áfa a 70 literes, és 259 plusz áfa a 110 literes. Tehát itt egy ilyen 70-valahány forintos különbözet van ürítésenként. Hát az 30. És még meg kell venni a 70 literes kukát. 70 literes kukának két megoldás van. Az egyik vagy itt megvásárolja, megveheti máshol is, de akkor be kell mutatni a számlát. Ez a Délkom ragaszkodik. Nem fogadják el azt a megoldást, hogy nekem mellesleg van otthon véletlenül pont egy 70 literes kukám. És ha 140-es van is, 70-es nincs. Vagy hogy a 110 literes mondjuk nem minden héten teszi ki, hanem csak... Hát az nem. Ezek az a megoldások, ezek nem kezelhetőek. Másikában most ezt sokan kiérték ezt a megoldást, hogy hát neki olyan kevés szemete van, így van, hogy neki elég két hetente. Nagyon jól tudjuk, hol van vezetett. Nagyon sok becsületes ember van, sokkal több, mint nem becsületes. De előbb-utóbb a szemét valahol itt a környezetünkben fog landolni. Itt szeretném megjegyezni, hogy a közterület ellenőrünk, akikkel rendszeresen járja a várost,
bejelentések alapján talált egy olyan területet, ahol állítólag nagyon sokan hordják a szemetet. Ennek a feltárása most folyik. A Ruzsomának nevezett területen balra, ott egy horhosba rengetegen hordanak oda, komolyan szemétől kezdve állatbőröket. Igen, hát nem az a rész. Igen. És hát nem a jövőben ennek a feltárása és az esetleges lefedése után, vagy elszállítatása után ezen a területen tiltó táblát fogunk elhelyezni, és a közterület ellenőr, illetve az ott lakók segítségével bírságolni fogjuk. Szeretném elmondani, hogy ez nem azonos azokkal a kis enyhe bírságokkal, amik az egyéb más közterületi jogszabályunk megsértése alá törtják. Ez környezetszennyezési bírsággal jár, ami 100 000-es nagyságrendű is lehet. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem áll meg az az érv, hogy akkor hova vigyem a szemetet, a szemét elszállításának megvan a megfelelő útja, módja. Rendelkezésre áll olyan cég Pécsváradon, amelyik rendelkezik azokkal az engedélyekkel, ami a különböző szemétfajták kezdve a veszélyes hulladék szállításától vállalhatja, jogszabály szerint is. Keressék azokat, tudomásul kell venni, hogy elmúlt sajnos az a világ, amikor valaki építkezik, vagy valaki meg akar szabadulni a felesleges használati tárgyaitól, és azt egyszerűen fogja és valahova kiszállítja és illegálisan elhelyezi. Az elkövetkezendő időszakban különös hangsúlyt fogunk erre folytatni az ellenőrzések, vagy fordítani az ellenőrzések során, és hát én úgy gondolom, hogy nagyon komoly bírságokat fogunk fogalmatni ez ügyben, illetve ahol kell, ott még esetleg büntető feljelentést is teszünk, hiszen nagyon gyakran tudtuk nélkül, de veszélyes hulladékokat is elhelyeznek, amik viszont már más kategóriába esnek. Jó, köszönöm szépen jegyző úrnak a kiegészítést. Kinek van kérdése a javaslattal kapcsolatban elsősorban? Köztisztasági rendeletünk módosításával. Jó, ha nincs, akkor kérdezem Pécsváradi képviselőtestületét, hogy a köztisztaságról szóló rendeletünket az előbb ismertetett módon módosítja-e. Ha igen, akkor kérem, most szavazzanak. Köszönöm egyhangulag a képviselőtestet. Módosította, akkor kérem a jegyző urat, hogy adjon meg minden tájékoztatást majd ennek kapcsán a városgazdálkodó cégünknek, és akkor ez gördülékenyen így menjen, illetve kérem majd a városi televíziót, hogy ezt hadd tehessük be, hogy a honlapon is, vagy nem a honlapon, hanem a hirdetésekben a lakosság tudtára adjuk azoknál, akik, hát természetesen az újságunk is, bár... Az egész média. Így és van, hát médiabirodalmunk. Ha szabad még egy lábjegyzetet, hát hangsúlyozzuk meg, ezen az alkalommal is hangsúlyozzuk, hogy egy kényszerpályán vagyunk. Tehát nagyon sokunkat megszólítják a város lakói, és elpanaszolják, és tudjuk, hogy ténylegesen magas ez a díj. Tehát azt kell tudomásul venni, hogy egy kényszerpályán vagyunk, és ebből a kényszerpályából nem tudunk kilépni. Igen. Tehát ne gondolják azt, hogy ez meggondolatlanul, vagy cinikus módon megy az ő rovásukra, tehát olyan szabályzók vannak Európa szerte, hogy ezt sajnos így lehet csak bonyolítani. Az a nagyon nagy baj egyébként, ehhez csatlakozom, ami Orsi mond, mert hiszen elfogadtuk a rendelet módosítását, hogy sokan még ezt ilyen egyszerű, még csak nem is érzik kihágásnak, ha valaki műanyagot éget. Pedig tulajdonképpen ezzel a jövőt mérgezi meg. És itt a nagy baj, a nagyon nagy baj, hogy már lassan szennyezettek lesznek a felszíni vizeink, amit tudjuk jól, hogy nem a lakosság okozott nagy részt, hogy már az erdőben lévő források is nitrátosak a felszíni vizek. És sorolhatnám még mi minden az, amivel a jövőnket éljük fel idő előtt, mert hiszen a szemét kérdés kapcsán több olyan megjegyzés érkezett, hogy elégetem én a szemetet. És mondom, mindent, az acskót, és azt is, az is nagyon jól ég. Tehát
A baj az az, hogy valóban ez egy tudatos környezeti nevelést is igényel, amit nagyon bízom, hogy az iskolai oktatás során megkapnak a gyerekek, de van egy olyan korosztály, aki ezt még nem így éli meg, és rendre tulajdonképpen tudatlanul is, de megsérti a közterületünkről szóló rendeletünket, illetve az égetés szabályozásáról szóló rendeletünket is, mert hiszen az kimondja, és gyakran érkezik lakossági panasz az ügyben, hogy valahol valaki műanyagot éget, vagy valahol valaki úgy éget, mint ahogy a rendeletünkben nem szól, vagy idő. Pont így szokott jönni, hogy valahol valaki, és nem, hogy... Így van, ez a baj. Mi azt kérjük, hogy a mindenki valahol érdekében és a jövő érdekében inkább jelentsék be azt, és ezt ne vegyék árulkodásnak, és sem rossz indulatú bejelentéseknek, mert hiszen ez a jövőnkről szól, jelentsék be azokat, akikről tudnak, hogy vagy olyan szemetet égetnek, amelyik ártalmas és környezetszennyező, vagy pedig olyan szemetet helyeznek el, kezdve az építési törmeléktől, vagy bármit közterületen, amely utána tulajdonképpen az önkormányzat lesz kénytelen majd eltakarítani, vagy valamilyen módon elszállítatni, jelentős közköltségen, mert hiszen akkor majd másra nem jut, hogyha ezzel foglalkozunk. Ezzel tulajdonképpen költséget hárítanak csak át, kevesebb jut majd közművelődésre, sportra és oktatásra. Elnézést kérek, én is egyetlen lábjegyzetet fűznék még a köztisztasághoz, és főleg a szemétkérdéshez, mert friss az információ. Ezután is köszönjük mindent környezettudatos állampolgárnak, aki a szelektív hulladékgyűjtést választja, és a szelektív hulladékgyűjtőket használja arra a célra, amire kell őket. Ugyanakkor nagyon szeretnénk kérni, hogy a hulladékot akkor is dobják be a hulladékgyűjtőbe, és nem mellé tegyék, amikor az üres. Mert, mint kiderült, sajnos nem csak akkor teszik mellé a hulladékot a hulladékgyűjtőnek, amikor az tele van és már nem fér hova, hanem akkor is, amikor az üres, gondolván, hogy majd, miután volt erre példa, hogy már közhasznú munkások az eltüntetés érdekében ott dolgoztak, ezért úgy gondolom, többen úgy gondolják, hogy majd csak jön akkor megint egy közhasznú munkás, és be fogja tenni a hulladékgyűjtőbe, és ezért az ott lévő panaszkodnak, és valóban gondot okoz az ott levő élelmiszeripari egységeknek az, hogy hát ott hulladék van, és patkányok, és jön az ANTS, és nekik ebből gondják lehetnek, úgyhogy ezúton is kérnénk, hogy helyezzék be a megfelelő nyílásokba, megfelelő szemetet. És tapossák össze. Tapossák. Hát igen, a tömörítés PET-palasznál az egy döntő fontosságú dolog, mert különben igen, különben megtelik. Tehát nagyon gyorsan megtelik, és akkor szokott kialakulni az, hogy látja, hogy van, és akkor fogja és oda dobja mellé. Sokszor tényleg a közmunkásokkal vagyunk kénytelenek összeszedetni, mert gyakran több van kint, mint amennyiben. Jó, úgyhogy mindenképpen én is ezt szorgalmaznám, hogy megfelelő módon használják a szelektív gyűjtőket, és használják. Mert ezért sok pénzt fizet a város. Tehát szeretném elmondani, hogy ez se ingyen van. Jó, köszönöm. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárnám, és akkor a szociális rendeletünk módosításáról kérem meg a jegyző urat, hogy ismertesse a ténylegesen módosítandó dolgok. Általánosságban, mielőtt azonban megadnám a szót, a következőt szeretném elmondani. A szociális rendeletünket terveztük, hogy módosítjuk esetleg több ponton, illetve megpróbálunk olyan új szociális problémákkal is foglalkozni, ami az esetleg rendeletalkotás, illetve rendeletmódosítás szükséges. Ez részben azért nem történt meg, mert konzultálva a Szociális Bizottság tagjaival, illetve a jelenleg folyó és nagy valószínűség ősszel a parlament elé kerülő önkormányzati törvényben nem tudjuk pontosan, hogy a szociális feladatok milyen mértékig tartoznak majd az önkormányzatra, illetve milyen jogszabálymódosítások lennek. Tehát úgy gondolom, hogy két hónapra ez nem érdemes, vagy nem érdemes módosítani érdemben, és kiegészítve azokkal az értékes észrevételekkel, illetve hát azokkal a tevékenységekkel, amit az önkormányzatunk még fel tud vállalni majd, illetve a szociális rendeletünkben nevesíteni tud. Ezért most egy formai módosításokra kerül csak sor.
és úgy gondolom, hogy miután ismerté válik az önkormányzati törvénynek a módosítása, a feladat változások, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzügyi forrásainknak a megléte, akkor lehet biztonsággal a szociális rendeletünket majd, illetve az egész szociális tevékenységünket átgondolva módosítani. Úgyhogy a mostani módosítás az formai dolgokra szorítkozik. Kérem a jegyző urat, hogy azt ismertessen. Tisztelt képviselőtestület, igazából egy formai és egy tartalmi, és ennyi az összes, ami módosítandó javaslat van itt előttünk. Az első az egy automatizmus, mert az aktív korok ellátásán belül a bérpótló juttatás ebben az évben lépett be. Itt a rendeletünk csak hivatkozik arra, hogy ezt a szociális törvény szabályozza, tekintettel arra, hogy ez jegyzői hatáskör és bizonyos automatizmusok alapján jár, tehát ez igazából csak egy frissítés, egy törvénynek megfelelő változtatás. Illetve ami tartalmi érdemi változás, az a Szociális Bizottság javaslatára került be, ez a krízis támogatással kapcsolatos. Több kísérlet volt már annak a megfogalmazására, hogy milyen szankciót érdemel az a bűnös, aki a krízis támogatást nem fizeti vissza. Most a legújabb javaslat szerint ez lenne, hogy egyáltalán nem jogosult a krízis segélyre, ugye az, jól értettem a szándékot, aki egyáltalán egyszer is nem fizette vissza a krízis segély összegét. És lényegében akkor ez a módosítás, amelyik a krízis segélyről szóló szakasznak a 10. bekezdését módosítja, csak ennyi pont, hogy krízis segélyre nem jogosult az, aki a segély összegét nem fizette vissza. És akkor mondhatnánk, hogy hát ilyen egyszerű ez. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy elenyésző százalékban, de előfordul, aki valami oknál fogva nem tudja ezt a krízissegélyt visszafizetni, azoknak a javára, akik viszont igen, és hát vannak ilyenek, akik folyamatosan és rendszeresen igénybe veszik, különféle okoknál fogva, hogy tudjuk ezt az összeget, ennek a nagy részét biztosítani és tudjon forogni. Ezért kértük ezt, hogy azok, akik nem fizették vissza, továbbiakban nem jogosultak erre a segélyre, illetőleg szeretnénk tisztelettel kérni a pénzügyi osztályt, hogy aki késik a visszafizetéssel, az kapjon egy írásos felszólítást arra, hogy van egy visszafizetési kötelezettsége. Kapja, csak nem hallják. Jó, tehát érdemben ezek a módosítási javaslatok voltak. Kérdezem a képviselőtestületet, ki az, aki ehhez még hozzá kíván szólni, vagy más jellegű javaslatot tenni? Ha nem, akkor kérdezem a képviselőtestületet, elfogadja-e Pécsvárad szociális rendeletének előbb ismertetett módosítását. Köszönöm szépen. Egyben szeretném megköszönni a Szociális Bizottságnak azt a már-már tudományos értékű feldolgozást, amivel elkészítette a krízis segély tavalyi évben való kiosztását. Felismertem, hogy ebben a táblázatok meg majd, hogy nem voltak. De tényleg egy nagyon profi munka volt, akár ki is készítette. Igen, mert tényleg jó áttekinthető volt. Hát, a burkodülés, ami volt? Igen, nem, maga az a beszámoló táblázatokkal mindenki egészít, hogy hol, milyen célból vették igénybe. Hát ez tényleg egy szép munka volt, köszönjük szépen. Használt veszük majd a továbbiak tervezésénél. Következő napi rendi pontunk az pályázatok ismertetésére szól, illetve önkormányzati döntés szükséges egyetlen egy pályázathoz, amit be tudnánk adni. Ez a pályázat egy KEOP pályázat, amelyik tulajdonképpen arról szól, és ez azért érdekes, mert ez a pályázat rendkívül kedvező a számunkra, és ismét lehetőséget ad más jellegű részben olyan szociális problémák megoldására is, ami szoros kapcsolatban áll a pályázattal. Itt nevezetesen a KEOP 610A0911-es, amely a következőről szól: fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönző kampányok, szemléletformálás, informálás, képzés című pályázat. Most ennek ott van jelentősége, nagyon gyakran azt látjuk, hogy, és én elsősorban most azokra a szociálisan hátrányos helyzetűekre gondolok, akik éppen krízissegély miatt fordulnak az önkormányzathoz, illetve a Szociális Bizottsághoz, hogy szembesülnek azzal, hogy hirtelen magas
közmű számlákat kapnak, itt elsősorban az áram és a gáz felhasználásra gondolok, és akkor megdöbbenve tapasztalom, mert egy-két dolgot magam is megpróbáltam elemezni, hogy hogyan lehet az, hogy egy olyan család, akinek az egyfőre jutó jövedelme az ilyen 10 és 20 ezer forint között van, 30 ezer forintos villanyszámlát fizet, illetve hát a fűtés számlával vagy a gázzal kapcsolatban sokkal kedvezőbb a tapasztalat, mert kevesebben veszik igénybe a gázszolgáltatást ezek közül, de az áramszámlák azok, és nem azért, mert ők más tarifát kapnak, hanem egyszerűen, mert olyan fogyasztási eszközeik vannak, aminek maguk sem tudják azt, hogy milyen teljesítménye vagy milyen vonzata van. Most ez a pályázat éppen ezt a célt szolgálja, ami egy széles lakossági tájékoztatást nyújt e vonatkozásban, a különböző energiák, illetve hát a rendelkezésünkre álló egyéb más olyan források, mint például a víz használata, annak kapcsán ad a lakosságnak olyan információkat, amivel ez a szemléletük átalakulhat, illetve a pályázatból lehetőség nyílik majd egy részéből arra, hogy segítsük például energiatakarékos izzókkal azokat a családokat, ahol például emiatt van jelentősebb költség, sajnos nem ez a domináló, de azért ez is sokat számít. Röviden a pályázat az 5 millió forintról szól, általában véve ez a pályázat könnyen elérhető, és 5% az önrész ennek a pályázatnak, vagyis 250 ezer forint. Én úgy gondolom, hogy ez a 250 ezer forint, és amit érte kapunk cserében, ez segít bennünket azokban a célokban, amit a pályázat kitűzött. És kérdezem Pécsvárda képviselőtestületét természetesen hozzászólásokkal, hogyha úgy értékeli, hogy ez az 5 millió forint felhasználása segíti a város polgárainak szemléletformálását, akkor ezt kérem, hogy támogassák majd. Kiegészítésem még annyi, hogy ez a 250 ezer, a pályázatírás költsége az nincs, tehát a pályázatírók ezt ingyen készítik el, illetve a 250 ezer forint vonatkozásában is természetesen vannak olyan ajánlataik még, amik a városnak ezt a döntését majd megkönnyíti. Ezt, igen, parancsoljon. Én feltétlenül támogatom ezt a pályázatot, ennek az elkészítését. Ezt már szerettük is volna, úgyhogy eltalálták egyszer az igényünket, beszéltünk róla többször. Igen, nagyon-nagyon fontos dolgokra mutat rá, amiket látunk a gyakorlatban is, hogy nehezen működnek. Az én kérdésem az, hogy beleférne ebbe a pályázatba, hogy a korábbiakban már vállalt adósságkezelő tanfolyamon az illetékes részt vegyen. Annak a költsége körülbelül egy olyan 200-220 ezer forint. Szerintem belefér, a pályázatírókkal kell ezt még akkor megbeszélnünk, biztosan belefér. Biztosan belefér. Ennek örülnék, hiszen akkor ez folyamatos lenne ez a fajta tanácsadás. Jó, hát a krízis kezelést akkor úgy kell majd nyilvánvalóan a pályázat szempontjából mondani, hogy ez tulajdonképpen végül is a fenntartható életmóddal is kapcsolatos. Hát ez nyilvánvalóan ez csak egy része, de azt hiszem, hogy megoldható. Akkor megoldható a pályázatírókat, majd én erről értesítem, amennyiben most úgy dönt az önkormányzat, hogy vállalható ez a 250 ezer forintos önrész. Kérdezem Pécsvárt képviselőtestületét, hogy megadja-e a támogatást, az önrésztámogatást, 250 ezer forintot a KEOP 610 pályázat megírásához és benyújtásához. Köszönöm szépen. Akkor a másik egy Liának volt egy kérdését, rögtön megválaszolom, hogy kérdezte, hogy hogy áll az iskola pályázat, az nyilván közérdeklődésre tart számot, hát én azt vártam, hiszen lejárt az a 45 napos határidő, vagy 75 napos határidő, amelyik a második forduló beadását követően az elbírálók rendelkezésére állt. Többször érdeklődtünk a Mátinál is, illetve a pályázat íróknál, a projektmenedzsernél, hogy hogy áll a pályázat második fordulós elbírálása. Azt tudjuk, hogy a pályázatunkat befogadták, tudjuk, hogy teljesítettük a hiánypótlást,
Tehát ilyen vonatkozásban értékelésre várunk továbbra, és nem tudjuk a pontos okát, hogy miért nem, de szeretném elmondani, hogy hát az első forduló elbírálása az még szörnyűbb várakozás volt. Mind azt ígérik, hogy nem fog elhúzódni, ennyit tudok mondani, a napokban várható szerintem eredménye vonatkozásban. Annyit még tudunk, hogy a pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzések egy része az lefolyt, a projektmenedzserrel kapcsolatban, illetve elkezdődött az előkészítése a kivitelezés közbeszerzésének. E vonatkozásban a VÁT is és a Zenefő is élni kíván azzal a törvényben adott lehetőségével, hogy még a közbeszerzési pályázat kiírása előtt véleményezi a közbeszerzési anyagot. Ez a VÁTI részéről már megtörtént, most folyik ennek még egy kiigazítása, utána kerül az NFÜ-höz, és utána történhet meg tulajdonképpen a közbeszerzés kiírása. Annyit még elmondanék, hogy közben folyt műszaki egyeztetés is, a Gazdasági Bizottság felvetett olyan kérdéseket, illetve kérdéseket kívánt a kivitelezéssel kapcsolatban a tervezőhöz kérdezni, és egy ilyen fajta egyeztetés lezajlott önkormányzati szinten, amelyik úgy tűnik, hogy mindkét fél megelégedésére szolgált, vagyis hogy választ kaptak azokra a műszaki kérdésekre, amelyeket kérdeztek. Nyilvánvalóan, ha a pályázaton a második kör lezárul és az értékelést megkapjuk, akkor nekiláthatunk a közbeszerzésnek. Az még körülbelül 2 hónapot vesz igénybe, tehát nagy valószínűséggel a legjobb esetben is augusztusban indulhat az építkezés. Ez azt jelenti, előzetesen tárgyalva a tervezőkkel, illetve akik a költségvetést készítették, hogy a jövő tanév végére vagy jövő nyárra, talán a 2012-13-as tanévben lehet új iskolánk. Most már óvatosan mondok minden dátumot, habár szeretném elmondani, hogy Pécsvárad mindent elkövetett, és a pályázatírók is, tehát elsőként adtuk be és teljesítettük azokat a mérföldköveket, így nevezik ezeket a különböző kiegészítéseket és szaktanulmányokat, amiket előírnak az első és a második forduló között, tehát ebben dicséretes volt a gyorsaságunk, hát ennek ellenére sajnos az elbírálás az ilyen hosszadalmas folyamat. Más pályázattal kapcsolatban most tájékoztatni nem tudok. Még van egy pályázat, de arra majd lehet, hogy rendkívüli önkormányzati ülést kell összehívni. Amennyiben kinyitják, van ennek a pályázatnak, ennek a KEOP-nak, ennek a 6.1.0-nak egy másik változata, amelyikről csak annyit kívánok mondani, hogy tulajdonképpen ez a kerékpározást és a népszerűsítés lehetőséget ad, szintén egy igen kedvező 95%-os támogatottságú intenzitású pályázat, amely lehetővé teszi azt, hogy kerékpár tárolókat alakítson ki a város, illetve kerékpárokat szerezzen be, ezeket közcélra használhatóvá teheti, vagyis odaadhatja, használhatják város lakói is. Amikor ez a pályázat aktuális lesz, akkor tájékoztatom erről a testületet. Köszönöm szépen, akkor megszavaztuk végül is. Ugye, ha jól emlékszem, szavaztunk róla, hogy támogatjátok, akkor e vonatkozásban az ülésünket tulajdonképpen az egyebekben még szerintem le tudjuk zárni, és akkor utána lenne a zárt ülés a szokásos augusztus 20-ai, 19-ei ünnepi üléseken történő kitüntetésekről. Első Benkő László közterületekkel kapcsolatban szeretne az egyik a bejelentést tenni. Első világháborús emlékművhöz vezető járnak. Igen. Van ott a szegény kör mellett 2-3 lépcső fok járnak. Igen. Kialakítva, szerintem valami nagy teherautó rámehetett arra, ott ki van mozdulva 2-3 járnak a lépcsőfokoknál, ez az egyik. A másik a busz megállónál, múltkoriban volt egy lakossági, több lakossági bejelentés érkezett, hogy ott a Bonyhádi irányú busz megállónak a busz megálló öble, az kicsit meg van hosszabbítva az iparos házig, és ott egy 3-4 autóparkolása lehetséges volt.
ott feloldottuk, és ott továbbiakban a buszmegálló övör és a szák és sarok között ott meg volt tiltva a másik busz, pécsi buszmegállóval szemben levő oldalon meg volt tiltva a parkolás. Ez fel lett oldva valamikor, de kiderült, hogy ez egy nagyon veszélyes hely, amikor a busz áll bent, és a busz elindul kifelé, innen jön autó, onnan jön autó, padhelyzet van. Igen. Az autósok jó indulattal múlik, hogy melyik engedi el a másikat, melyik kit enged el. Most ennek olyan vissza lett téve oda megállni a tilos tábla, de el lett dugva ott a, talán körülbelül az adószegély, a volt több állítod és az adószegély házanak a sarka közé, ott a galanyagokonyagokról között van, nem is nagyon látni, de ott már nincs értelme annak a táblának. Onnél szinte már meg lehet engedni megint a parkolást egy két-három autó részére, mert pontosan a buszmegálló övöl vége az iparos ház, és a mostani tábla helye közötti szakasz az, amelyik veszélyes szakasz. Tehát ez a tábla rossz helyre lett kitéve. Jó, erre tudok válaszolni. Az egyik az észrevételt köszönöm, azt a lépcsőt majd megnézzük, hogy nyilvánvaló egy egyszerű javítás lesz csak, amit meg tudunk oldani a saját bergeinken belül is. A busz megállóval kapcsolatban, vagy ezzel a táblával kapcsolatban viszont azt kell tudni, hogy ez egy lakossági bejelentés érkezett, arra vonatkozóan, hogy ez a sarok veszélyes, mert a Vasút utcából kikanyarodó kocsik, a parkoló autók miatt nem veszik észre, tehát az autók egészen a sarokig parkoltak, elsősorban az áfész gépkocsijai, emiatt több baleset következett be, és emiatt történt a bejelentés. És kérték azt, hogy a saroktól számított 15 méteren belül legyen megállni tilos tábla, hogy ne parkoljanak az áfész épület előtt közvetlenül, mert konkrétan történtek emiatt balesetek. Én ezt továbbítottam a közútkezelő KHT-nek, ahol végül is hónapok múlva, de kihelyezésre került ez a tábla. Most az, hogy ezt rossz helyre tették, azt sajnos én nem észleltem ilyen szempontból, de nem elsősorban a busz megálló öblet miatt került, hanem éppen a Vasút utcából való kihajtás miatt. Ez is egy veszélyes forgalmi helyzet, a Vasút utcából a kihajtás, de itt, amikor busz bennel, és elég gyakran áll benne busz, egy busz, két busz, és a busz és legtöbbször indexelés nélkül, vagy indexelés kihajt, tehát nem is nagyon néznek körül a buszosok. Ha két irányú olyan autó, akkor ott nagyon veszélyes helyzet alakul, és ezt többen pécsvaradiak felém jelezték ezt a problémát. Jó, hát ilyen... Én nem is a Vasút utcára hegyeztem ki ezt az egész megállítást. Ez a tábla most azért került ki a Vasút utca miatt, tehát konkrétan. Jó, megvizsgáljuk. Ez nem tudta ezt a problémát, a buszmegálló. Igen, ez a probléma ez nem volt ismert előttünk, mert én magam írtam a közútkezelő KHT-nek emiatt, és a válaszok az viszonylag gyors volt, csak a kihelyezést tartott három hónapig. Lehet, hogy a legegyszerűbb az van, hogy megfognák a táblát, és 50 méterre odébb szúrnák le. Hát, ez nagyon számon kérdik rajtunk. Igen, azok az egyszerű talán megoldások, amik ugye egyébként megoldanák a problémát. Csak a másikhoz nyúlnánk hozzá, és milyen egyszerű a másikhoz nyúlnánk. A városban ezt megtehetjük más helyeken, de az a baj, hogy pont ezen az útszakaszon sajnos kell a közútkezelő KHT-t kérni erre. De megígérem, hogy utána nézzük ennek a problémának. Jó, következő gálasorsója, parancsolja. A busz megállónál folytatom. Én már többször kértem a tavasz folyamán, hogy nem vagyunk a nyárban, hogy a két busz megálló plexi pavilont takarítsuk le. Tehát vannak nagyon jó közmunkás asszonyok, akik ezt érzékenyen meg tudják csinálni. Nagyon, nagyon rossz fényt vett Pécsváradra, hogy egy ilyen tele rakodott vannak. Nagyon komoly erők. Hogy egy ilyen tele ragasztott, maszatos, ronda, plexi pavilonba érkeznek, onnan indulnak. Nagyon csúnya. Város marketing képviselője, legyen szíves, tegyen hozzá még két lapáttal, mert gyerekek, ezt nem lehet fölvállalni, vagy csináljunk valami más. Nagyon csúnya. Nem tudom, hogy lehet megoldani. Gusztustalan. Takarítani kell. A baj az ott van, hogy hát ehhez előbb megyészt kell hívni. Mert a baj az ott van, hogy amíg egyszerű ragasztókkal, tehát tapétaragasztókkal ragasztottak föl mindent, de most a legkülönbözőbb műgyanta alapján nagyon más ragasztókat alkalmaznak, és az a plexin maradandó nyomot hagy. Tehát az nem olyan egyszerű, hogy lemosom és megpróbálom leáztatni, vagy bármi. Most ennek megfelelően, ha mi ezt elvégezzük, akkor én nem tudom, hogy ennek ki a tulajdonosa,
helyette, az akár azt is mondhatja, hogy mi rongáltuk meg. Hát most ez nem azt jelenti, hogy ne próbáljuk meg, de szerintem nem sok eredményt érünk el. Kérdezünk, hogy takarítok is iparost, hogy le tudja szedni, mennyire. Biztos probléma ez más. De ez a folyamatosan kezelése. Nyilván nem ez az egy busz megállóban, ami össze van maszató, hanem van az országban. Az összes ilyen, gyakorlatilag az összes ilyen ez a típus. Pécsvárad rendelte meg annó, tehát én azt nem tudom. Nem, Pécsvárad engedélyezte. Ez egy olyan tábla, amely olyan konstrukcióba készült annak idején, hogy a reklám, így van, a reklám felülettel élt az, aki ezt a beruházást végezte. Most azóta nem tudjuk, azóta is szoktak megjelenni reklámok időnként rajta, de sokszor azt látjuk, hogy fél évig vagy egy évig tehát is. Tehát ki rakja föl, de hát az a problémát a lakosság által felragasztott kis hirdetésecskék, meg programok. Hát azt meg ők nem látják. Hát így van, na de ezt mondhatod a lakosságnak, hogy ne tegyen. Az nem baj, tehát nekünk kell takarítani. A lakosság pillanatragasztót használni. Hát ez a baj, hogy a Celux-tól kezdve mindenre ráragaszt, utána azt már nem lehet ugye eltávolítani, csak vegyszerre. Nekem van egy javaslatom, erre tegyünk ezek mellé, a busz megállók mellé egy ilyen régi, hagyományos, kiszögelhető, ragaszthatós kis táblát, amivel lehet, mert katasztrófa, hogy ilyen helyek nincsenek. A saját rendezvényeinket is, és itt most elnézést, és tényleg nem bántásból mondom, de például a PIFÖ rendezvényét rendszeresen orba szájba ragasztott plakátokkal hirdetik, és mindenféle felületen, trafóházakon, egyebeket, tehát legalább mi legyünk már annyira igényesek, hogy a saját programjainkat a megfelelő helyen hirdetjük, de valóban kevés az erre való felület. Tehát gondolom, hogy egy ilyen fatábla ott a busz megállók mellett mind a két oldalon. Nem gondolom, hogy teljesen megszünteti a problémát, de egy lehetőséget ad. Jó, tehát hirdető felület és tisztítás. Más Orsika? A temetőben ugyancsak, tehát azt szeretném kérni, hogy a temetőben lépjünk tovább további tárolókkal, tehát ott, ahol felfelé emelkedik az út a református temető felé, ott van egy köztes útszakasz, és ott állandóan van egy szemétdomb, tehát oda. Ez egy lakossági kérés, tehát nem az én privát észrevételem. És a református temetőbe is. És a tehát megint kellene gondolkodni 2-23, egyet a református temetőbe, és 2 erre a pontra. Tehát ahol az út emelkedni kezd a református temető felé is, kelet felé van egy út, jó, oda kellene tenni. Most már saját kérjük szépen. Tehát ott szemétdomb keletkezik folyamatosan, a sultászféle kripta mellett. Jó. Más? Parancsolja. Én nem jeleztem külön, mert hogy közterületekről volt szó, és ezzel kapcsolatban szeretnék én is két dolgot megemlíteni. Az egyik az, akkor maradunk a busz megállóknál. Ugye most a Bonyhád felőli busz megálló mögött a kollégium rövidesen megszépül. A maga busz megálló az viszont rettenetes, tehát a cementlapok, ahogy ott vannak, nincs egy tisztességes szemetesedény, az a szerencsétlen hárs van megfojtva, tehát hogy jó lenne, ha most egy kicsit megpróbálnánk mi is ott rendet tenni. Nem tudom ugyan, hogy ez most ott a mi területünk-e vagy sem, de azt gondolom, hogy ha mi nem lépünk, akkor más nem fog, tehát akár nem tudom ki a busz megálló maga, sem a közterület vagy a közútkezelő nem fog tenni, tehát ha ott lesz egy szép épület végre, tényleg sokat vártunk ennek a felújítására, akkor talán érdemes lenne magára a busz megállóra is egy kicsit odafigyelni. Egy fogadó tér terepíts, hogy sokan megérkeznek. Az a baj, hogy ez tulajdonképpen nem a városhoz tartozó terület, sem az út. Ennek ellenére, hogyha észrevettétek, tavaly, amikor ott a vízbekötés volt, amit a vízmű végzett, akkor jelentős mennyiség, tehát a kétharmad részét ennek megcsináltuk, mind az útszegét, most az a része van, ahol megsüllyedt, tehát azt kellene még megcsinálni. Hát ez annak idején részben saját erőből, részben pedig hát kifizettük a költségeit, a Víziközmű Kft. Végezte akkor ezt a javítást. Megpróbáljuk, hogy idén még bekerüljön a feladatok közé. Most az új ügyvezető most kezdi a munkáját, és akkor meg fogok erről beszélni. Pénzügyi forrásait azt még nem tudom, föl kell mérni. Nem valószínű, hogy ez olyan nagy költség. De teljesen rendbe rakni, az biztos, hogy nem tudjuk, mert nyilvánvalóan azt úgy lehet lediakolózni, vagy
az egészet, de a szélét... Hát azokat meg lehet igazítani, az a része az, amelyik simán menne, nyilvánvaló meg kiegyenlíteni azt a süllyedést, illetve hát magát önmagába véve az útszegély köveket, ami határolja az úttest és az aszfaltot, azokat kellene megigazítani, és már más lenne a külső a megállónak. Jó? Ezt én majd fölvéve a kapcsolatot a Pár Kft-vel ezt meg fogjuk tudni, talán idén. És akkor még egy ilyen feladatot, amiről már egyszer már beszéltünk itt, a játszóterek, különösen a Honvéd utca játszótérnek a... Hát nem is tudom, inkább karbantartásnak mondanám, mert a felújítás az azért még talán erős lenne, de most van azon a ponton, hogy vagy most egy kicsit dolgozunk rajta, vagy jövőre már nagyon sokat kell, tehát egyszer át kellene nézni magukat, a játékokat, így van. Tehát az egy nagyon sok pénzből létrehozott játszótér volt, igazából azt gondolom, hogy itt is az a probléma, hogy nincs gazdája, meg hiába van ott viszonylag szem előtt. Mégis használják úgy, ahogy nem kellene. Tehát ezeket nehéz kiküszöbölni, de talán most egy kisebb összeggel még megelőzhetünk a nagyobb problémát. Ezt is megnézettem, és akkor arra tartást megcsináljuk. Más egyéb? Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor én köszönöm képviselőtársaimnak a munkáját, és zárt ülést rendelek el a következő napi rendi pontra. Ilyen itt egy szünetet természetesen, vagy rövid szünetet. Mit?